rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby. És hozzá kell tennem gyorsan a nézőknek, azt el is mondom, hogy miattam nem jött ez eddig össze. Egyébként visszanéztem, már január óta próbáljuk ezt összehozni. Igen, igen, de sajnos igaz, úgyhogy én köszönöm egyébként a meghívást. Úgyhogy én mindenkinek azt elmondom, hogy amikor ilyen dolgok vannak, hogy ugye csúszunk az interjúval, vagy sokan szokták tudod kérdezni, hogy mikor lesz ez, meg az téged is, ugye rengetegen kérdeztek. Mindig el kell, hogy mondjam, hogy ha egy interjú csúszik, vagy késik, vagy nem történik meg, az mindig miattam van, mert én nem érek rá. És nálad meg amúgy különösen nehéz volt összehozni, mert te sem Magyarországon vagy, ha jól tudom. Igen, hát most már két hete egyébként Győrben, de igen, Magyarország az ugyanis stimmel, de leköltöztünk Győrbe, úgyhogy most itt folytatjuk tovább. Bár akkor rosszul tudtam, mert én azt hittem, hogy még mindig külföldön vagy. Hol is volt? Te most nyaralni voltál, ha jól tudom, ugye? Nyaralni voltunk, igen. Volt ez, vagy inkább... Hát ugye, amit múltkor megbeszéltünk, az nyaraláskor lett volna fölvéve. És akkor onnan hazajöttünk, és rá egy-két hétre költöztünk is. Úgyhogy most Pestről lejöttünk Győrbe, úgyhogy most itt vagyunk. Hozzáállásodat egyébként mutatja, azt elmondanám a nézőknek, hogy te versenydiétában, versenyfelkészülés alatt is mondtad nekem, hogy meg tudjuk csinálni az interjút, és te ezt hajlandó lettél volna a nyaralásod alatt akár a strandról is megcsinálni. Tehát azért ezt hozzátenném így mindenki számára, hogy ez mutatja, hogy te hogyan is állsz hozzá ehhez a dolgokhoz. Tehát nekem ez akkora meglepetés volt, hogy valaki ezen a szinten, amikor már a profi versenyzés küszöbén van gyakorlatilag, egy verseny előtt képes azt mondani, hogyha kell, akkor a strandról is megcsinálhatjuk az interjút, tehát én még ilyet nem igazán hallottam. De akkor nem is vágok ennyire bele, ugye, a közepébe, vagy hát inkább a végébe már mondhatjuk. Honnan is indult neked ez az egész szerelem a sport iránt, mikor kezdtél edzeni? Mert nagyon sokan, köztük én is, megmondom őszintén, úgy voltam vele, hogy te ez az új generációs versenyző vagy, aki pár éve versenyez, és pár év alatt egyből úgymond a csúcsra jutott, de hát ez egyáltalán nem így van. Te nem most kezdtél el versenyezni, hanem azért elég, hát veteránnak még nem számít az, de lassan annak fogsz, bármennyire is furcsa az életkorodból adódóan, mert ugye fiatal vagy. Szóval mikor is kezdődött ez a dolog, hány évesen kezdtél edzeni, és főként miért? Hát úgy volt ez az egész, hogy amikor középiskolába kerültem, akkor nagyjából a 173 centis magasságomhoz voltam egy ilyen 51 kiló. Ez nem elég rettentő. Hát nem. És tesi órán ott volt egy, hát konditeremnek nem nevezném, volt két fekpad, ilyen rozsdás súlyok, meg ilyesmi, és megengedte a tesi tanárunk, hogy tesi óra helyett mióta bemenjünk és edzünk. És akkor ott megtetszett ez az egész. Volt egy osztálytársam, aki szintén olyan vékony volt, mint én, de volt egy olyan rúd, ami nem is tudom, valami ilyen vonatkerék, vagy valami ilyesmi lehetett rajta, tehát nem egy rendes súlytárcsa volt, de elméletileg az 50 kiló volt úgy, ahogy volt, nem is lehetett kisebbre felszerelni, és a srác tudott vele nyomni ilyen 5-6 ismétlést, és néztem olyan a basszusát, ugyanolyan vékony, mint én kiemelem, biztos, hogy átszakítja a mákasomat, tehát esélytelen, hogy kinyomom, és elkezdtünk ott edzegetni, és akkor elég jól reagáltam erre. Ugye ekkor voltam 14 éves, 15, és akkor egyébként egy ilyen faipari suliba jártam, tehát alapból faipari technikusnak készültem, és tizedikben rájöttem, hogy hát nekem ez annyira nem fekszik, úgyhogy ott elmentem az érettségig, és akkor utána elmentem egy ilyen edzői suliba. Hát ugye most már szinte csak olyanok vannak, hogy ilyen hétvégén elvégezhető és fél év alatt végzel vele, na én nem ilyenbe jártam szerencsére, ez egy három éves nappali tagozatos hétfőtől péntekig tartó suli volt. Úgyhogy itt mondjuk már azért rendelkeztem némi tapasztalattal, tehát azért edzettem már itt 4 éve, de nyilván azért tanultam ott sokat. Ricsi, ne haragudj meg, muszáj, hogy megakasszalak, minden nap kérdezi valaki tőlem,
hogy Magyarországon hogyan lehetne, milyen képzéseket lehetne elvégezni, hogyha valaki nem egy ilyen, ahogy mondod, nem egy ilyen egy hétvégés OK-s képzést akar elvégezni, és az én válaszom mindig az, hogy mivel én 11 éve külföldön élek, ezért nem tudom, ugyanis pont ahogy említetted, amikor én elköltöztem Magyarországról, akkor pont ez az opció volt, hogy OK-s képzés, ahol nem tanulsz semmit, vagy szemeivelsz egyetem, és akkor meg 4 évig vagy 6 évig tanulod, de nem volt köztes megoldás, és most, ahogy így ezt említetted, nézzük, mondjuk már el akkor a nézőknek, hogy ez milyen iskola volt, hol tudtad ezt elvégezni, hogyan nézett ki ez a dolog? Hát ez a Szinergia nevű suli volt, egyébként nagyon sok mindent tanítanak, viszont úgy tudom, hogy ez már megszűnt. Tehát ez már így nincsen. Nagyon sok TFS tanárom volt egyébként, például az osztályfőnököm volt a Bogárdi István, nem tudom, hogy mond-e így valamit. Tehát ő volt az offőnk, az ő saját könyvéből tanultunk. Azt hiszem a harmadik kiadásban benne is vagyok, tehát mutattam egy gyakorlatokat. Úgyhogy én ott tanultam, és akkor nekünk ott volt az első évben ilyen kötelező versenylátogatás. És addig, hát már addig is úgy gondolkoztam ezen, hogy basszus, tök jó lenne versenyezni, meg milyen jó az, az egész. De ott ugye ki is mentünk versenyre, hiszem a 14-es, vagy őszi, vagy tavaszi Buddy Sport Kupa volt, és hát én ott megfogadtam, hogy én biztos, hogy ott fogok állni a színpadon. És akkor próbálkoztam is ezzel egy-két évig, hogy felkészüljek, de bizonyos dolgok közben jöttek, úgyhogy így nem. Viszont a suliba a gyakorlati oktatásunk az a Vida Fitnessben volt. És ugye én ott így megismerkedtem a Zolival. Hát csak így látásból ismertük egymást, de mindig oda jártunk gyakorlati oktatásra. És akkor elvégeztem a sulit, eltelt még egy év, azt hiszem. És akkor egy barátom által oda kerültem a Zolihoz, hogy na, akkor ő fog engem felkészíteni. És ugye így készültem föl 18 tavaszra, ez volt az első szezonom. Nagyon pozitív volt, amikor először elmentem a Zolihoz, mert hát én úgy mindig rosszabbnak látom magam, meg szerintem ezzel mindenki így van, hogy rosszabbnak látja magát, mint amilyen. Persze van a fordítottja is, ami talán rosszabb. És gyakoribb. Igen. És Zoli nagyon dicsért, hogy nagyon jó a fizikum, és hogy nagyon jó minden. Nyilván ez egy ilyen vizes, zsíros forma volt, de ő látta az alapokat, hogy jók. És akkor felkészültünk 18 tavaszra. Ott Buddy Sport Kupával kezdtem, hát ugye nyilván a Zoli miatt. És megnyertem a tehetségkutató, megnyertem a tehetségkutató juniort, a tehetségkutatónak az abszolútját. Ott álltam el egyszer a Balogh Norbival egy színpadon egyébként, azóta soha, ugye ő is most már profi. Utána indultam a délutáni kvalifikációs versenyen, és ott is nyertem a juniort, és én úgy voltam vele végig az első 2-3 szezonomban, hogy amilyen kategóriában tudok, abban elindulok. És akkor ugye, hát alapból testépítőként indultam, de elindultam még atletikbe is, mert befértem a súlyommal, elindultam felnőtt testépítésbe, és tudtam, hogy semmi keresni valami nincsen még ott 22 évesen, de mondom, ha már itt vagyok, akkor miért nem. Ott is elindultam, és ott is azt hiszem második lettem talán, szóval hogy elég jó volt. És akkor még ebben a tavaszi szezonban nyertem is abban a világbajnoki címet, ami nagyon nagy lendületet adott így a továbbiakban is. Aztán készültem 18 őszre is. Ott a fő versenyem a Superbody volt, Openbe, de hát itt még se izomtömegre, se semmire nem tartottam ott, hogy meg is nyerjem akár. Itt, ha jól emlékszem, akkor 5. lettem talán, vagy 4., nem is tudom. Király Laci nyert egyébként abban az évben. Ez egyébként eléggé mutatja ma már a Superbody-nak a színvonalát, hogy te gyakorlatilag VABA világbajnokként mentél a Superbody-ra, és 5. helyet sikerült megszerezni. Igen. Csak azoknak hangsúlyoznám, akik, bár ma már biztos nincs ilyen, aki lenézi a Superbody-t, de 10 évvel ezelőtt még volt az, tudod, hogy az csak egy Superbody. Ma már azért a Superbody minőségére el lehet mondani, hogy szerintem aki a top 3-ba végez, az bármilyen világverseny meg tud ma már nyerni. Igen. Tehát azért ez a kis Superbody 20 év alatt elég keményen kinőtte magát az a helyzet. Igen, tehát ez volt 18 ősz, utána 19 ősszel versenyeztem megint, ott megint indultam Superbody-n, megint egy még komolyabb mezőny jött össze, voltunk az 20-an összesen,
ott is valami negyedik vagy ötödik hely lett, itt még mindig nem tartottam ott, hogy ez így beérjem. És akkor utána elkezdtem készülni 2020 tavaszra is, hát ugye jött a Covid, úgyhogy abból nem lett semmi. Utána úgy voltam vele, hogy jó, akkor legyen 2020 ősz. Ott ugyan már a versenyek meg voltak tartva, de aztán én végül abba hagytam, mert kicsit tartottam ettől a bizonytalan helyzettől. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor inkább 2021 ősz, addig tudok fejlődni is. És akkor, hát ha mondhatjuk ezt így, akkor az volt a nagy áttörés, úgymond. Ugye itt már csak felnőttbe versenyeztem, és hát szinte mindent meg is nyertem, például a Superbody Open-t. Pro Natation GP volt, felnőtt abszolút, első hely. Nyertem még egy abba világbajnoki címet itt már felnőttbe. Aztán mi volt még? Például Magyarországon egész jónak számít pénzdíjas verseny, Krikó Kupa. Azt is sikerült megnyernem, az abszolútot is. Az is tök jó volt. Itt milyen kategóriában indultál? Tehát itt még mindig testépítés? Itt már egy testépítés, felnőtt testépítés, igen. És akkor Superbody után megkeresett a Béla, a Kati Béla, hogy az a következő héten van Romániában a profikártya szerzés, a román verseny, hogy miért nem megyek ki. És addig abban a szezonban nem is gondolkoztam ezzel, hogy profikártya, mindenki mondta, hogy miért nem megyek profikártya, és azt mondtam nekik, hogy majd, hogy ez nekem még nem. És akkor lement a Superbody, és így láttam a formát, hogy nézek ki, és mondom, basszus, mondom, miért ne? Na mindegy, abban az évben nem mehettem ki, mert nem indultam el a Fit Parádén, ugye a regionális versenyünkön, úgyhogy az így nem jött össze, és akkor így jött az, hogy akkor 2022 tavasszal újra megpróbáljuk ezt a kártyát, és akkor ugye az első versenyem volt a svéd verseny, ami nem jött össze, hát ugye a kategóriát nyertem, de az abszolútot nem. Utána nem volt betervezve abszolút az, hogy én itthon fogok versenyezni. Ugye kötelező volt a regionálisan elindulnom, mivel ugye úgy van, hogyha tehát előtte elindulhatok, ha mondjuk megnyertem volna Svédországba a kártyát, akkor már nem kellett volna, mert ugye akkor nem is indulhatok profiként. Viszont utána el kell indulnom a regionálisan, hogy a továbbiakban is tudjak menni kártyát szerezni. De mindegy, az egy tök jó pénzdíjas verseny volt itthon, úgyhogy így megért elindulni, és még ezen kívül indultam három versenyen, pusztán igazából pénzszerzés céljából, mert hát az elég költségesek voltak ezek a külföldi versenyek. És akkor utána jött Írország, ahol végül meglett a kártya, és akkor nagyjából most itt tartunk. Akkor ugye mondtam, hogy biztos, hogy meg foglak majd akasztani, úgyhogy egy kicsit vissza kell kanyarodnom. Az első, amit említettél, hogy ugye gimnáziumban a tornaórák helyett kezdtél egy kis edzőterembe edzeni, és bármennyire érdekes, nálam is ugyanez volt, én is ugye művészeti sulis voltam, és az első évben a gimnáziumban, ugye 14-15 évesen, nekünk is volt egy kis edzőterem, ilyen, ahogy mondod, egy fekpad, egy függőleges lábtoló, meg talán volt egy térút benne, meg egy húzószkoró, és én is ott edzettem ugye az első 2-3 évben, és így tudod, azt vettem észre, hogy akik akkor kezdtek el edzeni, vagy inkább úgy mondanám, hogy ilyen körülmények között kezdtek el edzeni fiatalon, azok úgy tűnik, mintha később is képesek lennének gyakorlatilag bárhol leedzeni, hogy ahol van elég súly, vagy egy rúd. És én azt látom, hogy ez a fiatalabb generáció, ami most így budaságnak hangzik, mert te is elég fiatal vagy, de a még nálad is fiatalabb generáció, akiknek a legelső edzőtermi élménye az egyből egy Cutler Gold mondjuk, az lehet, hogy ha jön egy ilyen, hogy lockdown, és otthon kell edzeni egy padon vagy egy rúdon, akkor probléma lesz, de mondjuk te meg én, akik úgy kezdtük, hogy pad meg rúd, mi bárhol le tudunk edzeni. És ebből visszakanyarodnék a lockdownos sztorira, hogy ugye volt a lockdown, említetted, és a lockdown az neked egy hosszú tömegnövelésé nyúlt el végül is a versenyek kimaradása miatt. A lockdown alatt te hogyan tudtad megoldani az edzést? Tudtál-e egyáltalán edzeni, vagy volt kulcsod edzőteremhez, vagy neked is otthon kellett megoldani? Hát akkor én is egy picit visszakanyarodnék az elejére, hogy ugye elkezdtem a suliban edzeni ebben a konditeremben, de hát nyilván ez testi órákon le tudtunk menni, de nyilván többet szerettem volna. És otthon a pincében csináltunk egy ilyen otthoni kis konditermet, heggeztettünk fekpadot, vettem egy-két rudat, tárcsákat, ilyesmit, fölfújtunk a plafonba csigát, akkor már volt egy kereszt csigán, tudtam összehúzni, meg tudtam csinálni igazából majdnem mindent.
és akkor én ott edzettem másfél évig. Tehát nekem az első másfél évem az teljesen otthon volt. Volt egy barátom, aki mindig átjött hozzám, és akkor együtt edzettünk. És hát amikor bezártuk a termek, akkor ugyanez volt, hogy én akkor Dunakeszin laktam, és szüleimnél volt ez a konditerem Fóton, az nagyjából egy ilyen 10 kilométeres távolság, és akkor mindig oda átmentem, és akkor ott edzettem. Volt lehetőségem egyszer-egyszer bemenni terembe, úgyhogy általában ott lábaztam, mert azt nem tudtam annyira jól megoldani azért otthon, de a többit ott. Tehát igazából 2021 őszre egy majdnem 3 hónapot otthon készültem a pincébe. Úgyhogy meg lehet igazából csinálni bármit, csak fel kell találni magadat. Ott is rá akartam kiukadni, én meg azt szoktam mondani, hogy meg lehet csinálni otthon is bármit, ha van elég súly. Igen. Mert igazából lássuk be, hogy egy pad, 2 kézi súlyzó, meg egy rúd, és hogyha van elegendő súlykészlet, akkor... Ja, hát tényleg igazából, ahogy mondod, tényleg a láb az, ami macerás lehet, de még akár, ha az ember tudja, hogy mit, hogyan kell, akkor azt is meg lehet csinálni teljesen jól. Úgyhogy nincs ezzel akkor a probléma. A másik dolog, amit ugye említettél, beszéltünk erről a lockdownos dologról, és feltűnt, ahogy mondtad, hogy tavaszi szezon, őszi szezon, és szerinted lehet-e szerepe a lockdownnak abban, hogy te ekkorát tudtál ugrani minőségben 2 év alatt, mert ugye nem tudtál versenyezni, mentél volna, te csak nem volt hova, és lehet, hogy a versenyek elmaradása végül is azt okozta, hogy hosszabb ideig tudtál ugye a tömegnövelő fázisodban maradni, és az okozott egy minőségugrás, mert nagyon sokan mondják, tudod, hogy a fejlődést mennyire hátráltatja a túl gyakori versenyzés. És ugye, ahogy elkezdted sorolni, hogy gyakorlatilag minden versenyen elindultál, ugye tavaszi szezon, őszi szezon, és lehet igazából, hogy ez a lockdown neked ilyen szempontból még idézőjelben jól is jött ki, mert nem tudtál emiatt versenyezni. Hát biztos egyébként, hogy volt ennek is szerepe. Már egyébként az az érdekes, hogy most ugye ősszel versenyeztem, és tavasszal nem akartam semmiféleképpen sem, de mivel nem mehettem ki a kártyáért, és már nagyon beleéltem magam, hogy de én ezt most szeretném, ezért elindultam tavasszal, és úgy voltam vele, hogy Superbadén úgy van meghatározva az Open kategória, hogy testmagasság mínusz 100 plusz 15%, és én ott ilyen 83,8 kiló lehetek, és a profi kártya szerzésnél pedig 86. Hát mondom, nem volt tömegelés, egyből folytatom a diétát, esélytelen, hogy több legyen a súlyom, vagy az, hogy ne férjek be a 86 kilóba. És hát nagyon szenvedtem az utolsó hetekben, mert nem fértem be a 86 kilóba. Tehát még amikor kiutaztunk, a verseny előtt 2 nappal még ilyen 89 kiló voltam. Tehát, hogy... Kemény. És azonos minőség mellett, tehát, hogy így is működött az, hogy tudtam még izmot felszedni. De nyilván egyébként, hogyha van pihenő és van tömegnövelési fázis, akkor azért nyilván jobban lehet fejlődni. Másik dolog, ami főleg most ugye aktuális így nyáron, mindenki kérdezi, hogy hogyan oldom meg a diétát a nyaralás alatt, vagy az edzést, és biztos az én válaszom más szokott lenni, mint a tied, de akkor megkérdezlek téged, hogy te hogyan oldottad meg nyaralás alatt a diétát, mert ugye én tudom, hogy amikor előző alkalommal ugye beszéltünk, és miattam ugye nem jött össze az interjú, akkor te diétában voltál, és nyaralni egyszerre, és tudom, hogy tartottad a diétádat, mert ugye követtem a posztjaidat az Instagramon, és érdekelne, hogy te hogyan oldottad meg, és szerinted hogyan kell megoldania ezt egy átlag embernek, meg kell ezt egyáltalán mindenkinek oldani, aki nem versenyző. Tehát neked mi a meglátásod a nyaralás alatti edzésről és diétázásról? Szerintem aki nem versenyző, és mondjuk nem versenyző, sőt, nem is az, hogy nem versenyző, hanem éppen aki nem versenyre készül, az szerintem azt a 7-10 napot nyugodtan kibírja edzés nélkül is, meg anélkül is, hogy főzni, meg méricskélni a kajáját. Nyilván nálam másként volt, mert készülök tovább versenyre, úgyhogy mi egy apartmanba mentünk, ahol tudtam főzni, és akkor igazából reggel lefőztem az aznapi kajámat, vittem magammal ugyanúgy, mint hogyha itthon lennék. Volt hozzánk közel egy edzőterem is, edzeni is tudtam, nem mentem el minden nap, mert nyilván ezek az edzések nem olyanok voltak, mint itthon, de azért nem maradt el így sem az edzés. Viszont szerintem, aki nem versenyre készül, és nem, tehát az nyugodtan inkább pihenjen, tényleg most az arra van ez a 1 hét, 2 hét, vagy ki mennyire megy, hogy pihenjen, meg regenerálódjon, úgyhogy nem hiszem, hogy itt bármi múlna azon az 1 héten, hogyha kimarad az edzés. Érdekes egyébként, mert én mikor kérdezni szokták, tudod, hogy
mi a különbség aközött, hogy valaki versenyző, vagy aközött, hogy valaki úgymond hobbi testépítő, vagy rekreációs sportoló, vagy hívjuk ahogy, akkor én pont a te nevedet szoktam ilyenkor felhozni általában, hogyha mindig azt szoktam mondani, hogy ha te vagy a Nagy Ricsi, akkor diétázzál a nyaralás alatt, de egyébként soha nem kell diétázni a nyaralás alatt, mert én is abban látom a különbséget, hogy szerintem nemhogy nem szükséges diétázni a nyaralás alatt, hanem azért lássuk be, az emberek többsége nem is lenne erre képes. Tehát én nekem semmi problémát nem jelent kijelenteni azt, hogyha én elmennék nyaralni, biztosan nem tudnám betartani a diétámat, lehet betartanám az első nap, meg még úgy a második nap, és akkor a harmadik naptól már elkezdeném azt mondani, hogy hát, francot, az még belefér. És én úgy gondolom, hogy ez teszi a különbséget aközött, hogy valaki top versenyző, vagy jó hobbi sportoló, hogy az ilyen körülmények között is mindig meg tudja oldani a diétát. Mert azért ez sokkal extrémebb, mint az emberek gondolják, mert nem létezik, hogy a te fejedben nem fordult meg, hogy á, basszus, azért lehet, hogy egy-két kaja itt-ott nem számítana, és lehet amúgy, hogy tényleg nem is számítana, de ilyen hozzáállással meg nem lehet versenyre menni, hogy most akkor számít, vagy nem, egyen meg, vagy nem, ne egyen meg. Tehát azért sokkal több itt a mentális hozzáállás szerintem, mint hogy az emberek gondolják, mert mindenki azt hiszi, hogy ide csak genetika kell, meg gyógyszerek, és akkor ennyi. Hát ez egy jó példa arra, hogy ez nem ennyi, mert lehet neked szuper genetikád, lehet neked rengeteg pénzed, beszedhetsz te bármit, amit akarsz, de ha egy ilyen körülményt nem tudsz megoldani, hogy nyaralsz és versenyre készülsz, akkor lehet, hogy igazából nincs is keresni valód a színpadon. Legalábbis nekem ez a véleményem. Mennyire volt ez azért őszintén, mennyire volt nehéz betartani a diétát? Tehát kisújból megy ez már neked, vagy azért megterhelő, de megcsinálod, mert ez a munkád? Hát ugye 30-35 versenyen vagyok túl eddig. Ez 5 szezonra lebontva, úgyhogy egy-egy szezon vagy elég sok verseny volt. Úgyhogy hát mondhatnám, hogy már rutin, de nyilván azért ilyenkor, amikor mondjuk ott vagy egy tengerparton is, és nem tudom, eszik melletted a fagyit, vagy a bármit, akkor azért megennék te is. De viszont az van bennem, hogy ha mondjuk megeszem, és a versenyen nem olyan formát hozok, amit szeretnék, akkor meg ott lesz a fejemben, hogy basszus, megettem azt a bármit, és mi van, hogyha most ezen múlok? Mert lehet, hogy tényleg semmi nem múlik rajta. De ha igen, akkor... Mondjuk, ja, igen, tehát akkor azt meg úgy szar lenne feldolgozni, úgyhogy inkább nem, inkább megeszem a diétás fejámat, és akkor tudom, hogy megtettem mindent. Jó, a következő, amit szeretnék tőled kérdezni, ugye azt most ugye akkor le fogom lőni, hogy mostantól ugye te nem testépítésbe indulsz, hanem ugye klasszik kategóriában, tehát az lesz mostantól a te kategóriád, legalábbis egy jó darabig biztosan, és érdekelne, hogy miből adódott ez a választás, tehát e felé a kategória felé húz a szíved, vagy egész egyszerűen ebben a kategóriában érvényesül a fizikumod a legjobban, vagy ez egy tudatos döntés volt, hogy te erre a kategóriára szeretnél készülni, és itt akarsz érvényesülni, tehát így alakult, hogy klasszik versenyző lettél, vagy ez egy tudatos döntés volt, hogy te klasszik versenyző akarsz lenni? Hát igazából mondhatnám azt, hogy is. Tehát ugye a magasságomból kiindulva én például 2012-ben nem lennék jó. Tehát ott 96 kilóval kicsi lennék. Tehát túl magas lennék, és kicsi lenne az izomtömegem a többiekhez képest. Az open testépítés az meg nagyon tetszik, nagyon becsülöm, tisztelem őket, viszont számomra az totál élhetetlen lenne. Tehát az hétköznapokban 130-140 kilós testsúllyal élni, az nem élet szerintem. Viszont a klasszik az egy teljesen élhető, úgymond az emberekhez is közelebb áll szerintem, egy jobban eladható kategória, és hát végül is könnyebben is elérhető, mert hát nyilván, hogyha én szeretnék open beversenyezni, akkor ahhoz kéne még egy 20 kiló izomtömeg rám, amit nem tudok most elérni, tehát az évek. Ide viszont már most is be tudok kerülni. Úgyhogy plusz ugye a genetika, ami hát szerintem az én genetikám jó ehhez. Ugye nyilván akinek mondjuk, nem tudom, széles a dereka, az nem nagyon fog tudni klasszikba érvényesülni. Úgyhogy igazából ezek állnak emögött, hogy nekem ez a kategória. És ugye 86 kiló voltam még amatőrként, vagy hát annyi lehettem maximum,
most profiba 5 kiló plusz van, tehát itt 91-ig mehetek, ami hát most még nem lesz meg, úgyhogy még van is hova fejlődni. Úgyhogy szerintem... A teremben még hány kilót tudsz még a versenysúlyodra rárakni, hogy beleférj körülbelül? Hát ugye 86 voltam most tavasszal, és ha? 91 lehetek profiba. 5-6 kiló még van benned. Úgyhogy az szerintem azért elég sok, tehát hogy nyilván nem 5-6 kiló testsúly, hanem annyi izomtömeg, ami azért nem ugyanaz. Úgyhogy az sem egy ilyen pár hónap alatt összehozható dolog. Egyébként 5-6 kiló testsúlyt, azt egy pár hónap alatt összehozható. És tudod, érdekes, hogy nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne megfogni a klasszik kategóriának a lényegét, mert mindenki ilyeneket szokott mondani, hogy ó, széles vál. Mindenkinek széles vála van a színpadon. Azt szokták mondani, hogy keskeny derék. Azért lássuk be, hogy leszámítva a 140 kilós versenyzőket, mindenkinek keskeny dereka van, legalábbis a vállához képest biztos. Szárazság. Mindenki száraz, lássuk be az Openbe is, meg minden kategóriába. Tehát nagyon nehéz megragadni, hogy mi is az, ami valójában klasszik, de furcsa, hogyha ránézel ugye most a klasszik kategória királyára, ugye Chris Bumsteadre, akkor egyszerűen laikus szemmel is azt tudod mondani, hogy ez egy klasszikus kinézet, és mellette áll egy másik versenyző, ugyanazzal a testsúlyjal, ugyanazzal a tömeggel, ugyanazzal a magassággal, és nem lesz klasszik. Tehát nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy azért versenyeznek klasszikba, mert nem elég nagyok a testépítésben, de az nem jelenti azt, hogy te klasszik vagy, és nekem Király Laci mellett te vagy az, akinek a fizikuma, függetlenül a testsúlyodtól, egyszerűen klasszik. Odavaló vagy ebbe a kategóriába, de nem tudnám megfogalmazni, hogy miért. Szerinted hogyan lehetne megfogalmazni, hogy mi a különbség a testsúlytól függetlenül nyilván, mert az úgy könnyű meghúzni határt, de ha a testsúlyt nem nézzük, mi a különbség a között, hogy valaki úgy néz ki, mint egy klasszik versenyző, meg úgy néz ki, mint egy testépítő, mert a legtöbb testépítő azért indul klasszikba, mert nem elég nehéz. De attól még nem lesz klasszik kinézete a versenyzőnek. Tehát te hogyan definiálnád, hogyha valaki megkérdezné, hogy Ricsi, te milyen kategóriába indulsz, és mi a különbség a között és az open body között, akkor te mit mondanál? És a testsúlyt nem említheted. Hát ugye maga a színpadon szerintem, ami leginkább szembetűnő, az maga az előadásmód. Tehát, hogy ugye nyilván teljesen más, hogy nem is feltétlenül a pózok másak, nyilván azok is másak, de maga az, ahogy felvesszük a pózokat, az, ahogy előadod magad a színpadon, ez már egy nagyon nagy különbség. És hát ugye a fizikumot illetően pedig, hát nyilván most van egy-két olyan openes versenyző is, akire jó az ez, hogy keskeny dereka, széles a válla, akár még tud vákumot is csinálni, mert ilyenre is láttunk példát. És mégse klasszik, igen. Nem tudom, egyébként egy picit tényleg ilyen megfoghatatlan dolog. Ha a súlyt nem mondhatjuk, akkor úgy nehéz azért ezt belülni. De hát van például egy srác, aki most két hete nyert klasszikba versenyt, és jó, de tényleg ez, amit te mondasz, hogy odaraknál mondjuk a Chris mellé, akkor a Chrisra azt mondjuk, hogy klasszik, de rá meg azt, hogy testépítőnek készül, de még nincs ott. Tehát, hogy ez a picit ilyen zömökebb, ugye nyilván ő alacsonyabb is, de most az mégis mindegy. Én sem vagyok egy nagyon magas versenyző. Az izomtapadások, akkor, hogy milyen hosszú mondjuk a combja, a végtagok. Tehát szerintem ez az, ami főként ezt behatárolja. Nagyon nehéz megfogni, mert ugye például most a klasszik kategória második helyezettjének, ugye a világ második legjobb klasszik versenyzőjének, ugye a Ralph Diesel tartják, és gyakorlatilag majdnem a legkisebb testsúlyú klasszik versenyző, tehát neki szerintem még 20 kilóra van a súlyhatár körülbelül, és mégis agyonveri a nála sokkal izmosabb, sokkal testépítőbb kinézetű versenyzőket, mert például, ha megnézzük ugye a Briont, aki ugye a kétszeres bajnok előtt volt előtte, Chris előtt, nekem ő nem klasszik, de közben hibátlan, tehát gyakorlatilag egy tökéletes fizikum, semmilyen formában nem tudsz belekötni, mindent kimaxolt szerintem, amit ki lehet, és mégis esélye sincsen se Ralph Diesel ellen, se Chris Bumstead ellen, pedig lehet, hogy szálkásabb, mint ők, lehet, hogy izmosabb, mint ők, ugyanolyan magas, mint ők, de egyszerűen nem klasszik. Ránézel, és nem olyan, mint a Ralph Diesel, aki nem is tudom, 70 kiló, és mégis
alázza a mezőnyt minden versenyen, ahol elindul, mert egyszerűen olyan hihetetlen izomformái vannak. Tehát én, ha meg kéne valahogy határozni a klasszikot, akkor én csak azt tudnám mondani, hogy egyszerűen olyan kiugróan más izomformák kellenek hozzá, hogy nem pusztán azzal mutatsz nagyot, hogy izmos vagy és száraz, hanem a forma, a tested formája más, és nálad látom ugyanezt, ugye a combodnak más a kinézete, mint bárki másé a színpadon, a vállaid máshogy néznek ki, mint bárki másé a színpadon. Farizmokról meg azt arról ne is beszéljünk, mert ott csak Király Laci az egyetlen, aki egy szinten van veled. Tehát valahogy mégis mondhatjuk azt, hogy az izmok formája az, ami meghatározza, hogy ki az, aki klasszik, vagy nem, és ebből jön a következő kérdésem, hogy szerinted lehet-e arra edzeni, hogy valaki klasszik kategóriába induljon, vagy egyszerűen meg kell próbálni minél izmosabbnak lenni, és ahogy kinézel, úgy nézel ki. Tehát tudsz-e arra a kategóriára edzeni, amibe indulsz, vagy végül is a genetikát dönti el, hogy milyen kategóriába fogsz indulni? Hát ugye az izomformán nem igazán tudunk változtatni, az genetikai adottság. Nyilván lehet egy-két dolgot úgymond javítani a klasszik irányába, például ezt a vákumpószt gyakorolni és javítani, viszont az, hogyha nem tudom, valakinek rövid a bicepsze, az mindig is rövid fog maradni, maximum megnő a karja, de attól az még nem lesz hosszabb, nem fog hosszabban tapadni. Úgyhogy szerintem nem. Úgyhogy aki mondjuk nem egy ilyen top klasszik genetika, annak szerintem ez inkább egy ilyen ugródeszka ahhoz, hogy menjen majd tovább. Például a Brion is egyébként szerintem 2-12-ben marha jó lehetne. Tehát egy ilyen 96 kilós testsúllyal brutál jó lenne. De hát itt akar versenyezni, úgyhogy itt van klasszikban. Nála szerintem az a probléma, hogy ha jól tudom, még idősebb is, mint én. Én szerintem Brion már 40 fölött van, ha jól tudom. És szerintem nála már inkább ez a probléma, hogyha bevállalná ugye azt az extra 5-10 kiloizmot, ami kellene ugye a 2-12-höz, 40 fölött nem biztos, hogy az egészségére nézve már annyira jó ötlet lenne. Ugye neked előnyöd az, hogy ugye fiatal is vagy, és az lenne még a következő kérdésem, hogy szerinted a fizikumodban benne van-e az, hogy te open tömeget pakolj magadra, és van-e egyáltalán ilyen terved? Most tudom, hogy mindenki openben akar végül előbb-utóbb indulni, mert ugye testépítő mentalitással ez a cél nyilván, de szerinted van-e realitása számodra a fizikumod és az egészséged számára ennek, vagy ezt a részét már elengedted? Hát én semmiképpen nem szeretnék egyébként openbe versenyezni. Még hogyha... Tehát amúgy ez a 173 centis magasság, ha ehhez mondjuk társulna egy ilyen 110 kiló körüli színpadi súly, szerintem egyébként tök jó lenne openbe is. De ez, amit az előbb beszéltünk, hogy számomra ez annyira egy ilyen élhetetlen dolog így a mindennapokban. Amúgy tetszik nagyon, meg biztos marha jó lehet olyan izmosnak lenni egy bizonyos ideig. Tehát, hogy mondjuk kipróbálnám egy hétig, vagy két hétig, de nem. Plusz hát ugye az egészség része, az hát azt inkább hagyjuk, hogy az mivel járhatna. Nyilván ez is genetika függő, hogy ki mire hogy reagál, ki hogy tud regenerálódni. Lekopogom, semmi egészségügyi gondom nincsen, folyamatosan járok vérvételre, meg ilyen kivizsgálásokra, de nyilván az a szint már azért annyival másabb, hogy ott azért már lehet, hogy lenne, és hát ugye sajnos látunk is erre példát, nem is egyet. Na erre vissza is akarok majd mindjárt érni, de említetted ugye a pózolást, hogy nagyon-nagyon nagy különbség van ugye a között, ahogy a klasszik versenyzők pózolnak, és ahogy az összes többi kategória, és ugye én is azt vettem észre, hogy a legnagyobb hangsúly majd, hogy nem is magán a pózon van, hanem az átmenetekre ugye nagy hangsúlyt fektetnek a versenyzők, pont úgy, mint annó a 80-as években, lehet, hogy innen is jön az elnevezés, hogy klasszik, és ami érdekelne, hogy honnan tanulsz pózolni, mert tudom, hogy nagyon sok jó versenyző van, aki nagyon jó pózoló volt versenyző korában, de ez a klasszik kategória, vagy a klasszik kategória pózolási követelménye azért relatíve újak. Tehát egy olyan versenyzőt, aki 20-30 éve versenyzett, nem biztos, hogy meg tudsz kérni arra, hogy segítsen a pózolásban, mert ő neki soha nem kellett úgy pózolnia, mint ahogy neked. És én, amennyire én tudom, ugye 2500 km távlatból, talán Lantos Johnny az egyetlen ma Magyarországon, aki... Én szerintem bárkit lepózolna a színpadról a mai napig is rögtönözve. Én még soha életemben nem láttam olyan pózolást, mint a Johnny-é. Tehát
kitől tudsz te Magyarországon segítséget kérni a Johnny-n kívül? Van-e egyáltalán ember, aki igazi profi szintű klasszik pózolást tud megtanítani a versenyzőknek, vagy Johnny az egyetlen? Hát azt nem tudom, hogy van-e egyébként, de én is egyébként a Johnny-hoz szeretnék elmenni, mert amikor elkerültem a Vidazolihoz, akkor ugye nyilván lepózoltatott, amikor először megnézett, és hát szinte minden pózom jó volt. Ilyen oldalsó triceps az mondjuk nem, de egy-két dolog volt, ami nem volt jó, és ezeket kijavította, és a testépítős pózokat, azokat úgy gondolom, hogy elég jól megtanultam nála. Viszont tényleg itt teljesen más, és például ezt a svéd verseny után meg is kaptam, hogy nagyon badisan pózolok. És hát mondtam, hogy hát basszus, igen, onnan jöttem, ott versenyeztem eddig folyamatosan. És úgyhogy erre nagyon-nagyon rá kell feküdnöm. És egyébként pont a Johnny-t szeretném felkeresni majd én is, hogy ebben segítsen. Mert rajta kívül egyébként fogalmam sincs, hogy ki az, aki tudna ebben itthon segíteni. Nyilván videóból próbálok én is tanulni, de azért az nem olyan, mint hogyha valaki ott áll és mondja, hogy mit hogy csinálj. Elég sokkoló lecke az, hogyha az ember felmegy a YouTube-ra és megnézi ugye Ralph Dieselnek a pózolását, akit én ma szerintem nem, hogy közel sincs senki, hanem gyakorlatilag egy kategóriában sincsen ma senki vele, ami pózolást illeti, és ez mutatja meg, hogy mennyire más a klasszik, és mennyire mekkora extrát is tud adni a pózolás a klasszikban, mert ugye látjuk azt, hogy az open testépítésben is kezdenek azért egyre jobb pózokat összerakni, vagy pózolókűröket, de azért lássuk be, hogy ez nem olyan pózolókűr, amit utána 50-szer visszanézel a YouTube-on, mert megnézted egyszer és ennyi, de egy Ralph Diesel pózolást, nekem van olyan, amit megnéztem már legalább 50-szer vagy 60-szor, mert egyszerűen a zene is libabőrös, a zeneválasztás is egy fenomenális dolog, a póz hozzá hihetetlen. Maradjunk annyiban, hogy senki nem tud ma úgy pózolni, mint a Ralph Diesel, és ez mutatja, hogy a klasszik kategóriában ez mennyire fontos, és ami miatt ezt felhoztam, hogy Johnny az egyetlen, akinél ugyanazt látom, mint a Ralph Dieselnél, hogy a Johnny az ugye a régi versenyein tudott úgy pózolni, mint ma a Ralph Diesel, és Johnny-n kívül senki más. Tehát ez is mutatja, hogy valahogyan erre születni is kell, biztos, hogy tehetség ugye a pózolás része is. Tehát szerinted te tehetséges vagy, ami a pózolást illeti? Mert nagyon sok embernek egyszerűen nincs ritmusérzéke, vagy egyszerűen a térben nem tudja úgy a végtagjait jól elhelyezni. Láttuk ezt a legmagasabb szinteken is, hogy olyan pózolások voltak. Például biztos, hogy látta a videókat Pold illetve, hogy rossz nézni. Meg hát ugye akármilyen szintig fel lehet menni, mindig vannak nagyon rossz pózolók. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem gyakorolnak, lehet, hogy csak egyszerűen full tehetségtelenek hozzá, mert nincs ritmusérzéke, stb. Tehát szerinted van-e neked tehetséged a pózoláshoz, vagy nagyon sok munkát kell beleölnöd, vagy ösztönösen jön, érzed a zenét, vagy egyszerűen rengeteget kell neked ezen dolgozni? Tehát melyik kategória vagy te, aki érzi a ritmust, érzi a pózolást, vagy akinek nagyon sok munkát kell beletenni, hogy jó legyen? Hát először Szabadkózt az első szezonomban Habba VB-n kellett előadnom, előtte még nem. És az ugye elsőnek jó. Igen. És arra gyakoroltam otthon egy kicsit, nem vittem túlzásba, olyan is lett amilyen. Viszont úgy voltam vele, hogy ó, hát most a testépítés úgy se nézik, igazából ugye ez a nézőknek egy show, annyira nem érdekelt. Mindegy, lement ez a szezon, és akkor utána jött a következő őszi szezon. Eddig minden szezonban megfogadtam, hogy időben elkezdem gyakorolni a kűrömet, előtte hetekkel tényleg fordítok rá időt, és aztán mindig az van, hogy az utolsó két hétben rájövök, hogy basszus, nem csináltam eddig semmit, és akkor neki kéne állni. És akkor most ugye jött ez, hogy na, akkor klasszik, és hát ha jól tudom, itt sem nézik, mármint, hogy nem pontozzák, de nyilván itt ezzel úgymond akár be is lehet ugye így robbanni a köztudatba, hogy csinálsz egy jó kürt, felkerül YouTube-ra, meg ide-oda, és akkor megnézik az emberek, és tetszik, amit látnak. És én úgy gondolom egyébként, hogy tudnék jó szabadpószt összerakni, csak szánunk erre elég időt. Mert mindig ez van, hogy ó, még ráérek, és akkor ott vagyok, hogy na basszus a verseny hete, és akkor na valamit akkor kezdjünk magunkkal. Úgyhogy ez így semmiképpen nem működik. Úgyhogy hát kell rá szánni időt, és akkor össze lehet ezt rakni, szerintem jó. De nyilván egyébként ez nagyon ilyen, tehát hogy valakinek van ez affinitása, vagy valakinek, mint hogy te is mondtad, nincsen ritmusérzéke, meg ilyesmi, az soha nem fog tudni egy olyan szabad pószt előadni, ami, mint mondjuk a Ralph. Ja,
Én is úgy gondolom, hogy gyakorolhatsz bármennyit, de abban több van. Tehát ha megnézed például a Johnnyt is, egyszerűen látszik, hogy az nem a gyakorlás eredménye, amit látsz, vagy nem csak a gyakorlás, hanem egyszerűen van, aki erre született, van, akinek ehhez van tehetsége, és a Johnny az biztos vagyok benne, hogy más is van, csak egyszerűen én annyira nagy rajongója vagyok ugye a Johnnynak már 23. éve, hogy egyszerűen nem tudok tovább látni tőle, és nem is látnám meg még, hogyha valaki ugyanolyan jó is lenne, mert egyszerűen ott ragadtam meg ugye fejben, hogy egyszerűen a Johnnynál senki nem tud jobban pózolni, és egyébként lehet, hogy ez így is van Magyarországon. Jó, következő kérdésem, mert ez kicsit átmegyek a bulvárba, de muszáj, hogy rámenjek az ilyen hülye kérdésekre is, mert tudom, hogy jönnek majd a kérdések, vagy a kommentek, vagy a megjegyzések, de én most úgy látom, hogy a te fizikumod egyébként, ezt lehet mondtam is neked, ugye, mikor beszélgettünk, hogy pont úgy nézel ki, mint a Rafael Brandeo, azt hiszem a neve, ugye a profi versenyző, ugyanaz a struktúra, ugyanazok az izomformák, és mint ahogy neked is kiugróan jó testrészed, ha lehet ilyet mondani, hogy egyáltalán kiugró testrészed van, mert pont az lenne a lényeg, hogy ne legyen, de ha van, akkor az mindenképpen a combod. Úgyhogy átmegyünk bulvárba, de meg kell, hogy kérdezzelek, hogy hogyan edzetted a combodat az elején, és hogyan edzed ma, és hogy mi a franctól néz ki úgy a lábad, ahogy. Hát igen, mondjuk sajnos csak a combfeszítőm az, ami ilyen kiugróan jó. A hajlítom elég el van maradva, de annak is megvan az oka, szimplán lustaságból. De most már erre is sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek. Ugye mondtam, hogy az első másfél évenben otthon edzettem. És volt egy ilyen kombinált gép, amin volt egy combfeszítő, ami hát mindegy, egy ilyen combfeszítő gép volt, plusz volt egy keret, amiben tudtam googolni. És hát ugye akkor még úgy nagyon gyakorlatokat sem ismertem, úgyhogy googolás volt, combfeszítő, ez volt az alap lábedzésem. Úgyhogy nálam a googolás az mindig alap volt, és jól is ment. Tehát ilyen 17 évesen már googoltam 200 kiló fölött. Azok finoman fogalmaztál, hogy jól ment, igen. Igen. Azóta googoltam már 300 kilóval is, három ismétlést, úgyhogy nekem ez így mindig jól ment, szerettem is lábazni egyébként, tehát mindig nagyon vártam, hogy hú, passzus, megyünk lábazni, milyen jó lesz. Utána nyilván nem tudok járni 3-4 napig, de ezt a részét is szeretem. Úgyhogy igazából szeretek mindent edzeni, de van ilyen, amit úgy különösen szeretek, és azon is belül például mondjuk lábedzésen belül egy googolást, vagy egy googolást, vagy bármi ilyesmit. Az meg, hogy mitől néz ki így a combom, hát nyilván ugye a genetika az, hogy milyen a formája. Különösebben nem csinálok rá semmilyen nagyon extra dolgot, de azért elég kemény lábedzéseket szoktunk csinálni. Láttalak már ugye videókban, posztokban edzeni, tehát én tudom, hogy nagyon szépen és nagyon technikásan edzel, viszont nem láttalak még googolni egyetlen videón se, ezt most bevallom. Úgyhogy erről beszéljünk, már tudom, hogy ez sztárinterjú, és nem akarok technikai dolgokról beszélni, de ugye egyszerűen a combot fejlettsége miatt egyszerűen muszáj erről beszélni, hogy milyen a googolási technikát, tehát te hogyan googolsz, hiszel-e a full földi googolásban, használsz-e speciális cipőt, használsz-e bandást, tehát hogyha a googolásról akarunk egy kicsit beszélni, neked mi a véleményed a googolásról, hogyan végzed, mire ügyelsz, mire nem, szerinted mi fontos, mi nem, érinti-e a dolog a derekadat, van-e bármilyen problémád, tehát hogyan néz ki neked egy googoló edzés mégis? Hát eleinte én mindig csak szabadsúlyra googoltam, mert hát ugye otthon nem volt se Smith keret, se semmilyen eszközöm. És aztán egy idő után szerintem már egy ilyen, mondjuk az első 5-6 évenben szabadsúlyra googoltam főként. Nem volt igazából googoló cipőm se, térbandást azt használtam, egy ilyen elég gagyi, most nem mondom ki a cég nevét, de hát nem egy jó minőségű bandás volt, de arra jobb volt, amire nekem kellett, meg valamilyen övet. Hál' Istennek ilyen derék problémám nincs, térdem se szokott fájni, úgyhogy semmi nincs igazából, ami gátolna. Aztán utána elkezdtem kereten googolni, mert azt vettem észre, hogy szabadsúlyra azt hiszem ilyen 240 körül volt a max, amivel én googoltam, hogy nagyon sokat kivesz nekem az, hogy kiveszem a keretből, ráadásul olyan keret volt, hogy nem tudtam egyből kiemelni, hanem jobb oldal kiemel, bal oldal kiemel, és akkor úgy hátra sétál, és éreztem, hogy menne még sokkal több, de az, hogy egyrészt vissza kell mennem a rúddal, meg hogy ki kell vele sétálnom, az sokat kivesz. Úgyhogy átértem a Smith keretes googolásra, mert ugye nem akartam erőemelő lenni, nem akartam
guggolásba versenyezni, úgyhogy nekem igazából az volt a szempont, hogy fejlődjön a combom, és ezt el tudtam érni maximálisan a Smith kerettel is. Úgyhogy ott maradtam, és akkor most egy ideje elkezdtem használni térgumit, de nem SBD-t, hanem egy ilyen olcsóbb változatot, de amire kell, arra teljesen jó. Plusz nagyobb súlyoknál szoktam bandást felvenni, úgyhogy igazából ennyi. Most egyébként szerintem az egész ország elkezd majd bandázsal és térgumival guggolni, csak azt elfelejtik, hogy ez lehet nem 60 kilóhoz veszed fel, meg a 80 kilóhoz. Na mindegy is. Guggolásról még egyébként annyit, hogy én is úgy látom ezt, ugye azt tudjuk az Exercise Science alapján, tudjuk, hogy minél stabilabb környezetben fejtesz ki erőt, annál nagyobb erőt tudsz kifejteni. Tehát a szabadrudas guggolás az egy totálisan alapmozdulat, nem csak hogy egy alapgyakorlat, hanem egy alapmozdulat. Tehát az emberi mozgás minta alapja az, hogy le tudjunk guggolni, vagy hogy le tudjunk hajolni valamihez. Tehát a felhúzás és a guggolás totális alap, de ugyanakkor, ha pusztán az izomfejlődés a cél, akkor, ahogy mondod, a keretben guggolás az egy stabilabb formája a guggolásnak, ergo, bármennyire is furcsa, hatékonyabb tud lenni, mert ahogy mondtad, nem kell kiállni a súllyal, nem kell vele totyogni ide-oda, nem kell egyensúlyozni, és ergo nem kell egyensúlyozni. Az egyetlen dolog, amire figyelned kell, hogy felállj a súllyal, sokkal nagyobb feszülést tudsz a combban elérni, tehát furcsa módon ez egy progresszió, hogy te a szabadrudas súlyról áttérsz ugye egy keretes guggolásra, és itt szokott feljönni az, hogy a lábtolással lehet-e ugyanolyan combokat építeni. Most elméletileg nem, de hogyha a lábtolást keményebben tudom csinálni, amiatt, mert nem kell totyognom a súllyal meg egyensúlyozni, akkor minimum egyformán fog működni a dolog, de van, hogy a lábtolás még hatékonyabb is lehet egyébként a szabadrudas guggoláshoz képest, de ez persze attól függ, hogy ki mennyire technikás, meg kinek mekkora gyakorlata van. Ami egyébként a következő kérdésemet hozza fel, hogy sokan azt szokták tudod mondani, hogy ők már haladók, mert 10-15 éve edzenek, de a fizikumuk olyan, mint most nem akarok bunkó lenni, de mintha még soha életükben nem jártak volna edzőterembe, te is biztos, hogy nap mint nap találkozol ilyen emberekkel. Nincs ezzel semmi probléma, csak én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem az számít, mióta edzel, hanem az számít, hogy mióta edzel jól. Tehát lehet szarul edzeni 20 évig, akkor se leszel haladó, meg lehet baromi jól edzeni egy évig, és akkor egy év múlva is haladó leszel. És ahogy ugye mondtad, hogy te mikor kezdtél edzeni, meg hogy milyen hamar jutottál el ugye a profi kártyáig, ez alapján nem mondanálak haladónak, mert 5-6 év edzés az nem csinál még senkiből haladót, viszont profi lettél 4-5 év alatt, tehát nyilvánvalóan nem az számít, hogy ki mióta edz, hanem az, hogy ki mióta edz jól. Én úgy gondolom, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy én 15 éve edzek, szóval akkor én jobban értek hozzá, mint te, mert te csak 4 éve edzel. Nem az számít, hogy mióta csinálod, hanem hogy mióta csinálod jól. És ebből a kérdésem az lenne, hogy az elején kisegített neked, tehát honnan tanultál meg edzeni, mert ugye én abból a korszakból jövök, amikor volt a Body and Power magazin, aztán volt ugye a Muscle Sport, stb. Tehát a magazinokon alapozódott az első 10 évemnek a tudása, mert más opció nem volt. Viszont te ugye fiatalabb vagy, mint én, neked már egyből ott volt a kezedben az internet, egyből ott volt a kezedben a YouTube, meg a stb. Tehát neked hogyan indult a dolog, honnan szerezted be az információt az elején, és hogyan volt ebben az információ szerzésben a progresszió, tehát hogyan jutottál hozzá ahhoz a tudáshoz, amivel most rendelkezel? Mert hogy nem magazinokból, azt tudni. Hát nem, magazinokból nem. Volt ez a bodybuilder.hu, meg a Bani csinálta ezt a sárga kapszulát. Na, ezek akkor jöttek ki, amikor én elkezdtem edzeni, nagyjából. Tehát most idén már 12 éve, hogy edzek, és hát kezdetben innen, aztán ugye nagyon érdekelt a dologi táplálkozás szinten is, meg edzés szinten is, és akkor nem tudom, YouTube videókból néztem itt a gyakorlatokat, akkor amikor már elkezdtem terembe járni, akkor volt ott egy versenyző srác, tőle is tanultam sokat egyébként, és akkor így igazából innen-onnan ragadtak rám a dolgok. És hát tulajdonképpen ez, tehát magazinokból nem, azokkal én már nem is nagyon találkoztam, de így interneten azért bármi megtalálható. És visszakanyarodnék még egy mondat elég ugye erre a képzésre, amit mondtál, mert anélkül, hogy tudnám ugye, hogy milyen képzés meg, hogy mit tanultál ott, maga a képzés idejéből azért le tudom azt szűrni, hogy azért valószínűleg itt tanultál egy-két értelmes dolgot is, és az érdekelne, hogy
hogyha valaki ezt nézi és gondolkodik abban, hogy szeretne edző lenni, szeretne egy kicsit mélyebb tudást, akkor szerinted ezeknek a képzéseknek, most nem a 2 hónapos képzésről beszélek, bár akár arról is beszélhetünk, tehát szerinted mennyi használható tudásanyagot tud egy személyedző kapni ezekből a képzésekből, és egyáltalán milyen képzési formák vannak ma Magyarországon, tisztában vagy-e nagyjából ezzel, hogy működik-e még ez a 3 hónapos OKÉ-s dolog, vagy most már 1 évre kitolták, van-e egyáltalán felsőoktatási intézményi szintje az edzőképzőnek, hogy néz ki ez a dolog ma Magyarországon. Tehát, hogy valaki igazi szakmai tudást szeretne az edzéssel kapcsolatban megszerezni, az ma Magyarországon hova tud fordulni? Hát én úgy tudom, hogy vannak ilyen OKÉ-s képzések, ami 3 hónap, fél év. Én azt mondom erre, hogy ha valaki mondjuk edző szeretne lenni, és szeretne edzéseket tartani, és mondjuk van már egy 5-6-7 évnyi tapasztalata abban, hogy ő edzés, és kitapasztal dolgokat, akkor menjen le egy ilyenbe, és szerezze meg a papírt, és hát, ha még tanítanak is neki valamit. Viszont az a tapasztalatom, hogy van egy-két srác, akit most készítek versenyre, és ilyen végzettséggel rendelkeznek, hogy hát most nem akarok megbántani senkit, de semmit nem tanultak. És ez nem az ő hibájuk, hanem az oktatóké, hogy nem is tanítanak semmit. A másik verzió meg ugye a TF, az biztos, hogy kifizetődő. Testépítő edzőnek például el lehet menni. Hát nyilván ez egy hosszabb folyamat, de biztos, hogy többre mennek vele egyébként, mint egy ilyen. Ha csak a papír kell, mert a tudás már megvan, akkor meg teljesen jó egy ilyen UK is, és akkor utána lehet ezzel foglalkozni. De én is úgy mentem oda a suliba, hogy azért akkor már volt egy 5-6 év tapasztalatom. Nyilván ők azért még tettek hozzá. De volt olyan osztálytársam ott, aki még soha nem volt edzőteremben. Tehát, hogy eljött úgy edzőnek tanulni, hogy ő még nem volt edzőteremben, és akkor mit tudom én, azt sem tudtam, mi ez a francia rúd. Tehát, hogy így azért nehéz, és nyilván nem is lett belőle edző, de hát szerintem ez a két opció van. Sajnos ilyen suliról már nem tudok, mint amiben én jártam, ez a kettő közötti legalábbis időben. Tudásban mondom, szerintem volt legalább 4-5 tanárom, aki TF-en is tanár volt, és elmondása szerint azt az anyagot adta le nekünk is, mint amit ott tanított. Úgyhogy nálunk azért jó volt a képzés, de ez a suli, ez már megszűnt sajnos. Jó, a következő, egy kicsit kanyarodjunk vissza akkor konkrétan hozzád. Ugye, hát most akkor lelövöm, hát most már ugye neked profi kártyád van, pedig szerintem nincs olyan Magyarországon, aki ezt nem tudja, és szerintem ezzel kapcsolatban is rengeteg embernek tévképzetei vannak, hogy akkor most biztos te hirtelen egyik napról a másikra majd most óriási szponzorációkat kapsz, és neked mostantól semmi más dolgod nem lesz az életedben, csak edzeni meg izmosodni, tehát biztos ez így is van, de mondjuk már el, hogy akkor a valóság hogyan is néz ki. Tehát mi a különbség a között, hogy szerdán amatőr vagy, és csütörtökön pedig már a kezedben a profi kártya? Mennyiben változott meg az életed azáltal, hogy mostantól neked profi státuszod van, és egy minden rossz indulatmentesen neked valódi profi státuszod van, mert mindegy, nem is megyek ebbe bele. Maradjuk annyiba, hogy te egy igazi profi vagy. Igen, értem, hogy miért célzol ezzel. Igen. Hát, miben változott meg az életem? Nagyjából semmiben, egyelőre. Igazából úgy gondolom, hogy ez csak egy belépő egy új világba, úgymond. Tehát az, hogy most meglett a kártya, az még szinte nem jelent semmit. Nyilván nagyon sok embernek ez az álma, meg van, aki így szeretné befejezni a versenyzést, hogy megszerzi a kártyát, és akkor vége. Én úgy gondolom, hogy ez így hülyeség ilyen szempontból, mert hát innen még igazából csak most kezdődik ez az egész. Szponzorokat tekintve, hát nekem van egy szponzorom, de jelenleg még vele se változott semmi ebből adódóan. Szerintem azt, hogy ha valaki profi kártyát szerez, főleg manapság, ugye most már azért egyre könnyebb, úgymond. Nyilván, aki genetikailag nem olyan, és nem tud olyan formát hozni, az ugyanúgy nem fogja megszerezni profi kártyát. Viszont mondjuk, amikor Tóth Dani szerzett kártyát, akkor azért jóval nehezebb volt, mint manapság. De most is van már olyan verseny, amatőr olimpia, 27 profi kártyát osztanak ki. Tehát, hogy igazából aki megnyeri a kategóriáját, az már nyert kártyát is, mert az abszolút első 3 kap kártyát, tehát itt azért így nyilván sokkal egyszerűbb. Viszont profiban már érvényesülni és ott versenyt nyerni, az,
az már szerintem azért az már komolyabb szint. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy én is itt hogy állok helyt, mert szerintem ez lesz majd a, ami fontosabb, nem az, hogy most megvan a kártya. Nyilván tök jó, meg tök jó érzés, de ettől nem érzem magamat többnek. Úgyhogy majd, ha kijutok az olimpiára, az már azért komolyabb. Az embereknek ilyenkor szerintem biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fiatalnak, vagy aki nincs egy kicsit jobban benne ebbe a dologba, az a tévképzete, hogy akkor te profi lettél, ergo ez a munkád, úgyhogy akkor neked mindig mindenhol kötelező csúcsformát hozni, hiszen ez a munkád, és indulj el minél több versenyen. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy amikor erről van szó, ugye, hogy például külföldi versenyzés, mondjuk nem mintha máshol tudnál profiként versenyezni, tehát magyarul akárhol indulsz profiként, az ugye mindenképpen külföld lesz, sőt elég valószínű, hogy a tengeren túl, hogy ilyenkor hogyan működik a dolog a gyakorlatban? Tehát te kinézel egy versenydátumot az interneten, nyilván kapcsolatba lépsz a szervezőkkel, és hogyan tovább? Tehát a szponzorod állja-e mondjuk az utazási költségeidet, kapsz-e 5 csillagos hotelt és korlátlan pénzköltési lehetőséget ételre, vagy ne adj Isten, neked ezért meg kell dolgozni, hogy el tudj indulni mondjuk Amerikába egy versenyen. Tehát gyakorlatban hogyan néz ki ez a dolog, hogy megvan a profikártya, indulhatsz bármilyen profi versenyen, hogy mi a következő lépés onnan, hogy te eldöntöd, hogy mondjuk indulsz az USA-ban egy versenyen. Van, aki odavisznek, szállítanak limuzinnal edzőteremből a versenyhelyszínére, mégis hogyan kell ezt elképzelni? Hát igazából ez pont ugyanúgy zajlik, mint amatőrként, ahogy kimentem mondjuk a svéd versenyre vagy az ír versenyre. Foglalok repjegyet, szállást, kimegyünk. Annyi van profiként, hogy nincsen már nevezési díjunk, tehát itt kicsit másképp kell beregisztrálni egy versenyre, mint amatőrként, ami egyébként elég jó, mert ugye én eddig más szövetségeknél versenyeztem, és hát így forintban mondjuk volt egy verseny ilyen 20-30 ezer forint körül egy regisztráció. Na most itt ilyen 100-tól indultak a profikártya szerzések, úgyhogy ez már ugye nincs, úgyhogy ez úgymond ez azért tök jó. Ha jól tudom, egyébként pár versenyen a szervezők segítenek a szállásban is, de nem a szponzorok. A szponzorok meg igazából, hát ez kinek milyen szerződése van. Van, aki szerencsésebb és jó, és akkor állja a szponzor mondjuk a repjegyét, vagy a szállását, vagy bármi. Hát én jelenleg még itt azért nem tartok. De nyilván ez is tök jó lenne, úgyhogy hát egyelőre meg kell dolgoznom mindenért, hogy kijuthassak egy versenyre. És hát azért az amerikai versenyek azok nagyon-nagyon költségesek, még ezek az európai versenyek is, tehát most nem akarok itt ilyen összegeket mondani, de mondjuk közel az 1 millióhoz van egy verseny kimenni, úgyhogy hát nem olcsó. Egyébként érdekes, tudod, hogy nekem megvannak ugye ezek a régi testépítő könyvek, itt van Flex Willernek is az életrajz, csak most őt azért hoztam fel, mert az ő neve ugrott be erről, hogy nagyon sokan megkapták abban a korszakban, hogy ugye nem csúcsformában versenyeztek. Tudod, megvolt az olimpia, utána volt mondjuk egy 10 versenyes turné ugye Európában meg Amerikában, és teljesen változott a versenyző kondíciója, van, aki baromi szarul nézett ki egy héttel később, van, aki kevésbé, de nagyon változó volt, és ugye nagyon sok támadás érte ezeket a profikat akkor, meg a maiakat is, hogy minek indul el, ha nincs csúcsformába. És sokan nem tudják, hogy profi versenyzésben mondjuk esetleg szerződéseket írsz alá azért, hogy te elindulsz, tehát rákerül a neved a poszterre, kötelességed elindulni, nem csak a versenyszervezők miatt, hanem a szponzoráció miatt is. Tehát itt nem úgy van ám, hogy ha sikerül a forma, elindulok, ha nem, akkor otthon maradok, hanem köteles vagy elindulni, akkor is, ha nem sikerült a forma. Legalábbis így volt a 90-es években. Tehát ma, a 2020-as években hogy néz ki ez a dolog? Ha te eldöntöd, hogy indulsz egy profi versenyen, akkor alá kell-e írnod valamilyen szerződést a szervezők felé, vagy a szponzorod felé válasz ilyenkor egy indulási kötelezettséget, és hogyha ettől eltérsz, mégsem tudsz elindulni, mert mondjuk nem vagy formában, mondjuk ez profi szinten elég valószerűtlen, mondjuk inkább egy másikat, mondjuk nem tudsz utazni a lezárások miatt, stb. Na ilyenkor mi történik? Tehát kontaktolsz a szervezőkkel, fizetned kell-e bírságot, vagy elnézőbbek, tehát ma hogyan működik ez a dolog? A versenyszervezők és a szponzoráció felé, tehát profi szinten hogyan működnek ezek a szerződések? Hát ugye a szponzorral még nincs ilyesfajta tapasztalatom, de biztos, hogy vannak olyan külföldi szponzorok, ahol
ahol az is benne van a szerződésben, hogy neked, mit tudom én, egy szezonban három versenyen el kell indulnod. A szervezőknél pedig igen, alá kell írni szerződést, arról, hogy te mész arra a versenyre, és ha csak nem tudod igazolni orvosilag, hogy te beteg vagy, és azért nem tudsz menni, akkor fizetni kell. Nem tudom pontosan az összegeket, hogy milyen bírságot kell fizetni. Az, hogy ilyen lezárások miatt, hogy ilyenkor mi van, hát szerintem akkor azért biztos, hogy elnézőbbek, mert most igazából arról te nem tehetsz, de azt nem tudom, hogy ilyenkor mi van. Remélem, hogy erre nem fog sor kerülni, mert most megint egyre több helyről hallom, hogy én is gondok vannak, de remélem, bízom benne, hogy nem fogja keresztbe húzni. Érzel-e különbséget a között, hogy inkább úgy kérdezném, hogy mekkora volt rajtad a nyomás, amikor mindenki azt várta tőled, hogy meglegyen a profikártya, és mekkora rajtad a nyomás most, hogy már megvan, és mindenki azt várja, hogy sikeres profi versenyző legyél. Tehát érzel-e egyáltalán nyomást magadon a hétköznapokban, és hogyha igen, melyik volt a nehezebb? Hát nem igazán. Nem nagyon másoknak akarok megfelelni, hanem inkább saját magamnak, úgyhogy ilyen szempontból nem. Nyilván, hogyha mondjuk lenne egy olyan, nem tudom, felajánlás, hogy x 1000 eurót kapok, ha ezt és ezt elérem, akkor nyilván azért lenne rajta a nyomása miatt. De így, hogy a saját költségre megy minden, és saját magam miatt csinálom, így nincs sem most nagyobb nyomásra akkor. Úgyhogy így nem. Nyilván, hogyha mondjuk sikerül egy olimpia kvalifikáció, és na, akkor mindenki azt várja, hogy majd én mit hozok az olimpián, akkor azért az nyilván más lesz, de hát ez még odébb van, hogy ez így legyen. Jó, következő kérdés, mert muszáj megkérdeznem. Ugye mindenki tudja azt, hogy azért a testépítéshez anyagilag is, meg minden más téren is máshogy áll hozzá az átlagember, ugye Magyarországon és mondjuk Amerikában. Tehát megfordult-e valaha a fejedben az, hogy a sikeresebb vagy a sikeres profi versenyzői karrier érdekében mondjuk esetleg másik országba próbálj szerencsét, tehát hogy kiköltöz mondjuk Amerikába, vagy bármilyen másik országba. Tehát vannak ilyen terveid, hogy elhagy Magyarországot a profi karrier miatt? Hát egyelőre nincs egyébként. Én azért elég szerencsésnek érzem magamat olyan téren, hogy elég jól összetudtam hozni eddig így a versenyzést, anyagilag is, meg úgy minden téren. Hát esetleg, hogyha mondjuk olyan szponzori szerződést kapnék, ami miatt jobb lenne külföldön lenni, és mondjuk ezt a párommal is össze tudnánk hozni, akkor lehet, hogy elgondolkoznék rajta, de alapvetően szeretek egyébként itt élni, hogy főleg most így elköltöztünk Győrbe, ez kicsit azért nyugisabb, mint Pest, úgyhogy egyelőre nem nincsenek ilyen terveim. Akkor a költözéssel kapcsolatban még azt szeretném kérdezni, hogy ugye elköltöztél Pestről, na most nagyon sokan meg pont ellenkezőleg felköltöznek Pestre ugye edzőként. Nekem is vannak olyan emberek, akikkel együtt dolgozok, és ugye az edzői karrier érdekében költöznek fel Pestre, mert nyilván nagyobb város, több ember, nagyobb klientúra, potenciális ugye klientúra, és mi vitt rá téged arra, hogy elköltöz Győrbe? Mondtad ugye, hogy kisebb, meg nyugisabb, az rendben van, de a munkádat érinti ez a dolog, és egyáltalán mi a munkád, tehát civilben mit dolgozol? Hát edzőként dolgozom egyébként, plusz ugye online is. Hát megmondom őszintén egyébként, hogy én Pesten a Molnár Peti termében dolgoztam 4 évig, ami Újpesten van, hát nem egy olyan nagyon gazdag környék, és így Győrben a Győri Kettlerben fogok majd dolgozni most már hamarosan, és hát majdnem a dupláját el tudom itt kérni egy edzésért, mint ott. Hoppá! Ami azért nem mindegy. Plusz most már annyira kiépült egyébként itt Győr, hogy annyira sok ember van, hogy szerintem ezzel nem lesz gond, hogy amúgy kevesebben vannak nyilván, mint Pesten, de nyilván kevesebb edzőterem is van, tehát jobban koncentrálódnak egy-egy teremre, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond. Plusz itt van Ausztria is ugye közel. Úgyhogy... Pont mondani akartam, hogy egy ugrás a határ szó szerint. Igen, igen, igen. Jó, lehet, hogy a következő kérdést amúgy ki kell majd vágnom, mert nem akarok vitát indítani a komment szekcióba semmilyen téren, tehát a politikát azt aztán végképp nem fogom ide belehozni erre a csatornára, de mivel közel áll hozzám a dolog, és most biztos vagyok benne, hogy hozzád is, azért muszáj, hogy megkérdezzelek erről a jelenlegi állapotról, ugye, mert azt ugye látjuk, hogy a gazdaság milyen irányba halad, most erről nem érdemes vitatkozni, mindenki tudja, hogy mi történik otthon, és
nekem is ugye, nem tudom, hogy tudod-e, de most már igen, hogy ugye én is az online coaching az, amiből lényegében élek, tehát a bevételem 70-80%-a nekem is ebből származik, és a klienseim 60-70%-a Magyarországon él, tehát ergo én nem élek Magyarországon, és én nem is voltam otthon már több mint 5 éve, de az, hogy mi történik Magyarországon, az nyilván ugyanúgy hatással van rám is, mert a fizetésem, ahogy mondtam, nagy része Magyarországról érkezik, hogy aggódsz-e amiatt, hogy az életszínvonal az akkor át fog esni, hogy az embereknek olyan szintű luxus lesz az edzés és az egészséges táplálkozás, hogy a mi munkánkat majd, hogy nem, az nyilván, hogy hátrányosan befolyásolja, de majd, hogy nem szinte el is lehetetleníti. Tehát nekem ez azért a realitás, én folyamatosan stresszelek ezen, mert látom, hogy mi történik otthon. Tehát te gondolkozol ezen, mert ugye te otthon élsz, jobban látod, hogy mi történik, én csak azt tudom, amit látok az interneten, de te otthon élsz, tehát a szoros körülötted lévő emberek körében, akikkel együtt dolgozol az edzőtermi millióban, látod-e te ezt a gazdaságnak ezt a lefelé hanyatlását, vagy azt, hogy az embereknek egyre kevesebb pénze van erre a sportra, erre a hobbira, meg magukra, vagy egyelőre még nem érzékeled ezt? Tehát szerinted milyen irányba megy ez a dolog, aggódsz-e miatt, hogy a mi munkánk az esetleg egyszer olyan szintű luxussá válik, hogy az emberek nem engedhetik meg maguknak majd? Hát szerintem egyébként, aki mondjuk egy ilyen heti 3-4 alkalommal személyedzőhöz jár, az legalábbis itt Magyarországon az eddig is luxusnak számított. Tehát, hogy azért annyi pénzt kifizetnek edzésre, hogy azt azért az átlagember nem tudja megtenni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy náluk ezzel továbbra sem lesz gond, legalábbis bízom benne. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond. De hát igen, tehát, hogy én is elmegyek boltba, és konkrétan napról napra változnak az árak. És még itt? És nem igazán lefele mennek. Bizony, nem. Úgyhogy hát durva, de azért bízom benne, hogy nem lesz ebből probléma. Jó, mert igen, ugye ez egy olyan dolog, amiről tudom, hogy nem szokás általában beszélni, vagy valahogy nem szokott feljönni az ilyen beszélgetésekben, de hát ugye lássuk be, hogy az a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az abszolút a luxus kategória. Ugyanúgy a párom ugye pszichológus, most pszichológushoz járni is egy nagyon erős luxus Magyarországon, és én mindig aggódok azon, hogy hol lesz az a határ vajon, amikor az emberek azt mondják, hogy bizonyos luxus dolgokat egyszerűen muszáj vagyok kiiktatni az életemből, de ahogy mondtad, és ezt nagyon sokan mondják nekem, hogy lássuk be, az a réteg, akinek ez eddig nem okozott problémát, az valószínű ezután sem lesz. De ugye, ahogy mondtad, azért a bevásárláson, a mindennapi életünkben nekünk is ez a dolog érződik, és tudom, hogy a Király Laci csinál nagyon sok ilyen videót, hogy tudod, testépítő táplálkozás X összegből, testépítő táplálkozás minimál összegből, stb., amik egyébként szerintem zseniális videók és nagyon hasznosak, de hogyha gyakorlatnál akarunk maradni, akkor nem konkrét összegről beszélek, de mégis neked úgy mennyibe kerül ez az egész testépítő életmód, ami a táplálkozást illeti, mert sokan nem tudják ezt belőni, tudod, hogy meg kell ennem nekem egy kiló húst, muszáj nekem lazacot enni, meg nem engedhetem meg magamnak a sztéket, akkor biztos nem leszek izmos. Tehát oszlassuk már ezeket a tévképzetekkel, hogy mi az a minimum, amit rá kell egyszerűen költeni a táplálkozásra, és mi az, ami már majdhogy nem felesleges. Tehát konkrét összeg nélkül hogyan tudnád meghatározni, hogy mégis nagyjából azért mibe kerül egy testépítő táplálkozás? Hát megmondom őszintén, hogy a saját költségémet nem szoktam kiszámolni, mert nem tudom, szerintem akkor elszörnyednék ettől az egésztől. Én is ugyanívők, jobb nem tudni. De most nyilván nem kell mindenkinek bélszint tennie, hanem ehhez helyett a csirke mellett is ugyanúgy fog fejlődni. Nyilván most az a minimális plusz, amit esetleg adhat egy jó minőségi marhahús, az nem annak fog számítani, aki ezen gondolkozik, hogy most ezt meg tudja venni, vagy sem. Végre valaki ezt így el tudja mondani, végre valaki. Tehát nem hiszem, hogy ez bárkinek hátrányt jelentene. Viszont ugye sokkal olcsóbb. Úgyhogy bár mondjuk most itt a csirke mellé is ugye van Magyarországon egy ilyen ástop. Elvileg. Augusztus nem tudom meddig. De ugye csak az egy kilós csirke mell filé, az is a nem tudom milyen fajta. Az összes többi, ami már ilyen GMO-mentes, meg tanyasi, meg mit tudom én, az meg már úgy elszállt, hogy ilyen marhahús árban van. Tehát, hogyha egy picit minőségibbet akarsz enni, és nem ezt a szétvizezett
csirke mellett, akkor már az is drága. Vagy például én tilápiát szoktam enni versenydiéta vége fele. Könnyebben emésztem, nem terheli le a gyomromat, stb. Stb. És tavaly még a szezon elején, hát mindig most ezt elmondhatom, 2000 forint volt egy zacskó, ez 800 gram tilápia. És most majd lassan megint kellene váltanom tilápiára, rákerestem, hogy most mégis mennyibe kerül, most 3008. Borzalom. Hogy ugyanaz, és majdnem a duplája. Borzalom. De annyira örülök, hogy ezt így kimondtad végre, mert biztos, amikor te is kezdted, tudti, hogy neked is megvolt a zab, csirke, rizses időszakod. Mint ahogy mindenkinek. Persze, de az embereknek meg kellene érteni, hogy ez azért van, mert egyszerű és olcsó, de nem finom. És tudom, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy az étel csak üzemanyag, tudod, aki ilyen nagyon hardcore-nak akar tűnni, ha hagyjuk már, majd megkérdezlek 15 év múlva, hogy még mindig csak üzemanyag az étel. Tehát én ezért óckodok attól, hogy ilyen egésznapos étkezős videókat csináljak, mert nem akarom, hogy az emberek azt higgyék, hogy ahogy most táplálkozok, hogy én úgy táplálkozok 25 éve, de ez nem így van. 17 évig nekem is ment a zab meg a csirkerizs, most is mehetne a zab meg a csirkerizs, mert ugyanúgy működne, mint 15 évvel ezelőtt, csak nem bírom már megenni, mert olyan sokáig ettem, és az, hogyha én extra pénzt fizetek, ahogy mondtad, mondjuk egy tilápiáért, vagy egy fehér halért, vagy egy szíbeszér, akkor az azért van, mert a fagyasztott fehér halat annyira utálom már, mert nem bírom megenni, hogy ráköltöm az extrát ugyanarra a fehér halra, csak legyen finomabb. Darált marha ugyanez. A darált marha pont ugyanolyan jól működik, mint a gyönyörű steak, csak ha a darált marhát már 20 éve eszed, akkor kihányod. És a steaket meg tudod enni, mert finom. Kétszer annyiba kerül, de finom, és meg tudod enni. És ezt kellene megérteni, hogy az alapokat meg kell tudni teremteni, és meg kell tudni enni. Meg kell tudni enni a zabot, turmixszal, meg kell tudni enni a csirkerizset évekig, és hogyha megvan rá a lehetőséget, hogy ugyanezt a tápanyagot finomabb, vagy jobb minőségű forrásból tedd meg, akkor nyilván tedd meg, ha megteheted. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell tenni a fejlődéshez. Gondolj már bele, ahogy mondtad is, nekem is van olyan kliensem, aki most minden bántás, de nemhogy nem testépítőnek néz ki, hanem mondjuk még esetleg éppen csak, hogy elkezdett edzeni. És folyamatosan ezen kattognak az emberek, hogy baj-e az, hogyha csak hetente egyszer tudok lazacot enni. Én 15 évig nem ettem lazacot. Akkor ettem először lazacot, mikor Angliába költöztem, mégis valamilyen szinten izmos lettem, de nem a lazacon fog múlni, a steak ugyanez, tehát ahogy ugye most már Magyarországon is kapható nagyon jó minőségű marhahús, ugye tudja mindenki, hogy az MPK ugye cég ugye egyre népszerűbb lesz, tehát a csirkemelltől is lehet fejlődni, csak a csirkemell szar. De hát ha arra van pénzed, akkor meg kell enni, ugyanez az appehely. Ugye biztos te is tudod, egyre többen eszik, főleg külföldön, ugye elmennek ebbe az irányba, hogy a reggeli zabot lecserélik erre a cream of rice-ra. Aha, igen. Na, ugye én is vettem, és tényleg tök finom, tök könnyű megenni, meg mit tudom én, de hát ez is egy relatíve új dolog, és ilyeneket kérdeznek emberek, hogy úristen, honnan tudok cream of rice-ot venni, mert a reggelim nem jó. És így nem kell cream of rice-ot venni, az egy luxus verziója a zabnak. Ugyanaz, csak a zab szarízű, meg unalmas, a cream of rice meg finom, meg édes, de ennyi, de ezekre nincs szükség. Csirkemellel, meg rizssel is tökéletes fizikum építhető, csak nem fogod annyira élvezni, mint hogyha több pénzed lenne jobb ízű és jobb minőségű forrásokra. Tehát azért szerintem te sem tilápián kezdtél edzeni 15 évesen, az a helyzet. Hogyan nézett ki a táplálkozásod az előtt? Hát az első évben ugye nem értettem hozzá semmit. Annyit tudtam, hogy hát többet kéne ennem, mert én is ugyanebben a csoportba tartoztam, hogy hát én rengeteget eszek, de mégis 51 kiló vagyok, és nem hízok. És akkor majd miután elkezdtem rengeteget enni, akkor rájöttem, hogy hát előtte szinte semmit nem ettem. Na mindegy, de az első egy évben ott nem tudtam, hogy mit kéne ennem, úgyhogy amit ettem, amit nem tudom, anyukám csinált nekem szendvicset, ugyanazt tettem, csak többet. És akkor utána elkezdtem én is ezt a reggel zab, csirkés suliba, este tojás, igazából ebből állt a kajám, és akkor ezt tettem szerintem egy olyan 7 éven keresztül. És hát nekem is már sokszor hány ingerem volt tőle, már nem tudtam mit kitalálni, hogy legyen meg. És
picit visszatérve erre, hogy mitől leszel izmos, meg mitől nem. Én az első versenyszezonomban is csirkemállal készültem egyébként, mert nem volt pénzem másra. És Zoli mondta, hogy a jobb emészthetőség érdekében daráljam le. Ledaráltam, csináltam belőle ilyen csirkemell fasírtot, nem volt jött semmi, csak egy kis fűszer, de működött, versenyeztem, jó volt a forma, tehát ezzel is meg lehet csinálni. Nyilván az íze nem volt olyan, ami tetszett, de hát ez volt, meg kellett tenni, és kész. Úgyhogy most ez, hogy egy héten csak egyszer tud enni lazatot, hát örüljön neki, hogy legalább egyszer tud enni. Tehát... Én is ugyanezt mondtam, hogy hát itt irigylem a problémáidat, tényleg. Tehát én megértem azt, hogy nyilván mindenkinek korlátozottak az anyagi lehetőségei, van akinek sokkal jobban, mint másoknak, de az nem jelenti azt, hogy ez korlátot szab neked a fejlődésednek, hanem azt jelenti, hogy ugyanazért a fejlődésére esetleg egy kicsit nagyobb akaraterőre lesz szükséged, mert olyanokat fogsz enni, amik mondjuk annyira nem finomak, de hát le kell gyűrni, ennyi, tehát neked is, nekem is megvolt majdnem a 10 éves csirker és zab, és tökéletesen működött, nincs igazából semmi különbség, csak ma már úgy van vele az ember, hogy inkább dolgozok egy kicsit többet, és költök rá egy kicsit többet, csak ne kelljen megenni többé a száraz csirkét, de hogyha ha úgy adódna, hogy csak arra lenne lehetőség, biztos vagyok benne, hogy te is ugyanúgy meg tudnád megint enni, ha muszáj lenne, és ugyanúgy be tudnál készülni zabbal is, meg csirkerizssel is, mint amúgy, csak sokkal nehezebb lenne, mert már nehezebb lenne legyűrni, de ugyanúgy meg tudnád oldani. Persze. Ugyanaz, mint az edzés, hogyha otthonról kéne készülni, biztos vagyok benne, hogyha van elég eszköz és súly, akkor otthonról is ugyanúgy fel tudnál készülni, tehát nem ezen múlik. Nyilván jobb egy nagyon jól felszerelt terembe edzeni, meg nyilván jobb, hogyha jó minőségű húsokat tudsz enni, de ez nem jelenti azt, hogy enélkül nem lehet csinálni. Hát igen, plusz ugye nem beszélve arról, hogy mennyi úgymond átlagember, mennyi pénzt elkölt mondjuk cikire egy héten. Vagy nem tudom, pénteken elmennek bulizni, meg szombaton, és ott mennyi pénz elmegy. Tehát, hogyha ezt visszafordítjuk arra, hogy én mondjuk ugyanezt a pénzt minőségi kajára költöm, akkor így már igazából nem is költök többet, mint egy átlag ember, csak én más dologra fordítom. Pontosan, most nekem a párom pont otthon van Magyarországon ugye nyaralni, és ugye én nem voltam otthon már több mint 5 éve, tehát azért eléggé keményen le vagyok maradva, hogy mégis mi mennyibe kerül. És most mondja nekem, hogyha elmész valahova éjszaka beülni egy bárba, vagy kiülsz egy teraszra, vagy mit tudom, én iszol egy-két valami koktélt, vagy valami, simán elkérnek ilyen 10.000 forintokat, és ilyenkor mindig úgy abba gondolok bele, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy ó, egy éjszakát kimaradok, nem olyan sok az a 10.000, viszont ha belegondolok, hogy 10.000 forintból mondjuk meg lenne mondjuk a kreatinod 3 hónapra, vagy meg lenne mondjuk a fehérjéd 1 hónapra, vagy 2 hétre, vagy meg lenne a vitaminod 2 hónapra, vagy meg lenne a hús 1 hétre. Tehát, ha így nézzük, akkor igazad van. Van, aki arra költ, van, aki erre, de prioritás kérdése. Van, aki beletankolja a kocsiba. Van, aki meg inkább busszal jár, és megveszi helyett a minőségi kaját. Kinek mi a célja, kinek mi a prioritás? Én mindig azt szoktam mondani, hogy kinek mi a prioritás. Nekem senki nem mondja, hogy az étel drága, miközben dohányzik, ahogy mondtad, mert szerintem a cigi még mindig drágább, mint a hús. Hát igen, szerintem most már ilyen, mondjuk fogalmam sincs egyébként mennyibe kerül, de... Fogalmam sincs, de biztos drágább. Tehát ilyen majdnem 2000 forint, ha jól tudom, egy doboz. Tehát abból vehetsz egy kiló csirke mellett is például. Korrekt. És akkor van, aki elszíve egy nap mondjuk 2 dobozzal, vagy másféllel. Tehát, ja. És figyelj, van még itt egy kérdés, tudom, hogy általában 1 órát szoktam mondani, és nem is akarlak sokáig itt tartani, de ez mindig érdekelt engem. Mondjuk lehet nem lesz rá válasz, de érdekelne, hogy amikor diétázol, és eljön az a pont, hogy kész vagy, tehát készen van a fizikum verseny előtt X idővel, akkor mi az, ami arra vesz rá téged, hogy még tovább diétáz? Hadd magyarázzam meg, mert ez így most, ahogy kimondtam, nem érthető. Hányszor láttunk Magyarországon olyan fizikumot, szárazság tekintetében és kidolgozottság tekintetében, most direkt nem téged nevezlek meg, hanem mondjuk a Király Lacit. Soha. Én még soha életemben nem láttam olyan száraz hajlítót és farizmot, mint ugye a Király Lacin pár évvel ezelőtt a Superbodyn, de a titka ennek az volt, ugye, ahogy ő is elmondta később ugye a BBTV-kben, meg az interjúkban, hogy egész egyszerűen csak még tovább kellett diétázni. És lássuk be, hogy amikor már kész van a fizikum, és még utána neked 4-5 hetet diétázni kell, akkor
Mi az, ami azt sugallja számodra, hogy ez még lehet jobb? Ez így se lett érthető. Dorian Yates fel kell hoznom példának. Ugye mindenki azt hiszi, hogy Yates az ugye azért lett annyira jó, mert nagyobb volt, mint a többi, stb. Egyáltalán nem volt nagyobb, mint a többi, hanem sokkal szárazabb volt, mint bárki, és ő mindig mondta, hogy ő már készen volt a verseny előtt 5-6 héttel, tehát úgy is elindulhatott volna, de mindig az volt a fejébe, hogy mivel ő nem szép, meg nem kerek, meg nincs keskeny dereka, az egyetlen, amivel dominálni tud, ha szárazabb, mint bárki. És ő szerintem már 6 héttel a verseny előtt is szárazabb volt, mint bárki. Tehát mi az, ami arra veszi rá a versenyzőt, hogy még attól a ponttól is még 4-5 hetet képes legyen diétázni, tehát amikor már nincs rajtad látható felesleg, mi visz rá, hogy még tovább diétáz, és elérd azt a szintű farizom szárazságot, mondjuk, amit ugye a Király Lacin kívül én csak rajtad láttam mostanában versenyzőn. Tehát egyszerűen ránézve a fizikumodra, amit ugye te a versenyszínpadon prezentálsz, szerintem 4 héttel a verseny előtt már el tudnál indulni. És gondolhatnád, hogy kész vagyok, ez a maximum. De te még ráhúzod azt a 4 hetet. Miközben a többi versenyző meg láthatóan nem. Tehát honnan jön ez a motiváció, vagy maga ez a tudás, hogy azt érzed, hogy ebben még mindig van fejlődés. Pedig már a tükörben azt látod, hogy kész a fizikum. Hát egyébként így, ahogy mondod, nagyjából 4 héttel már most is kész voltam az első versenyem előtt. Sőt, igazából úgy volt a svéd verseny, hogy én nem is azon indultam volna először, hanem rá 2 héttel a portugál verseny lett volna az első versenyem. Csak időközben úgy láttam, hogy hát én kész leszek előbb, úgyhogy kerestem előbb versenyt, és akkor elindultam a svéden. De még azelőtt is jóval kész voltam. Az meg, hogy mi vesz rá, hát nem tudom, nekem egyébként az összes szezonom olyan volt, hogy de vannak ezek a versenyzők, akik egy szezonban egy versenyen indulnak, vagy max. 2-n. Én amint tudok, azon elindulok. Tehát például össze 8 versenyem volt, ami ugye azt jelentette, hogy az első versenyemtől hiszen volt egy 7-es kihagyás, tehát 9 hétig én versenyeztem folyamatosan minden hétvégén. Tehát ugye ez a fajta rutin ez megvolt, hogy na megvan az első verseny, és akkor még innen egy 2 hónap diéta meg tovább. Nyilván versenyek után volt egy kis kajálás, bármi, de az nem ront semmit a fizikumon. Úgyhogy igazából ez már úgymond olyan rutin nekem, hogy ezen így nem akadok fenn. Hogy nyilván most is próbáltam azt, hogy na, akkor keresek még előbb versenyt, de hát nem volt más. Úgyhogy így a svéd lett az első, de kész voltam már előtte jóval. Tehát. Van neked egy külső szem, egy segítség, aki megmondja, hogy figyelj, Ricsi, szerintem még rá tudsz húzni egy pár hét diétát, vagy van-e, aki azt mondja neked, hogy itt vagy kész, és ez ennél jobb már nem lesz, vagy segít-e valaki abban eldönteni, hogy tudsz-e még javulni, érdemes-e még javulni, kell-e még többet fogyni, vagy már csak tartani kell a fizikumot, tehát van-e neked egy külső szem, aki segít koordinálni a fizikumodat és a készülésedet? Hát ugye egészen tavaly őszig nekem Zoli volt az edzőm, ugye sajnos ő már nincsen. És addig ő volt az a külső szem, jártam hozzá minden héten, csináltunk fotókat, és akkor elmondta, hogy ő mit lát, nyilván láttam én is a fotókon, hogy mi a helyzet. Aztán azóta főként a párom meg az edzőtársam az, aki ebben segít. Szokott elég sűrűn képeket is csinálni egyébként, hogy én is meg tudjam nézni, illetve azt, hogy össze tudjam hasonlítani a korábbi képekkel, hogy lássam, hogy mi a változás, mert nyilván magadon már nem látod annyira, hogy nem tudom, szárazabb lett egy picit a hajlítót, de ha mellé rakod a két képet, akkor úgy már lehet, hogy észreveszed te is. Úgyhogy ők segítenek most ebben. Szeretnék majd egyébként edzővel készülni. Nem feltétlenül Magyarországról, de ez még hát nyilván anyagilag is picit megterhelő lesz, illetve meg is kell találni azt a szemét, aki egyrészt segítene is nekem, meg akivel én is szívesen dolgoznék együtt. Ez még a jövő zenéje. Az a baj, hogy minden egyes mondat, amit mondasz, legalább 3 kérdést ugye ugraszt fel a fejembe, de már másfélnál járunk, úgyhogy már most pofátlannak érzem magam, úgyhogy akkor maradjunk annyiban, hogy az utolsó kérdést feltenném. Valószínűleg nem az utolsó lesz, de most megpróbálom, hogy ez legyen az utolsó. Ugye említetted most ezt, hogy megpróbálsz esetleg külföldről egy edzőt szerezni, csak hogy azért világosítsuk már fel az embereket, hogy ez a dolog hogyan működik. Tehát te felmész az internetre, kinézel egy ismertebb vagy kevésbé ismertebb nevet, ugye írsz neki egy e-mailt, vagy üzenetet küldesz akármilyen platformon, és
milyen anyagi vonzata van ennek a dolognak, hogyan működik ez az online coaching, és sokan tudom, hogy most meg fogják kérdezni, hogy minek kell edző egy profinak. Mert ugye tudod, te is látod biztos ezt, hogy a profi világban folyamatosan megy ez a vita, hogy főleg Sean Ray meg Lee Priest, akik azt mondják, hogy de hát nekik se volt edző, mert meg kell ismerni a saját testet, stb. Stb. A modern kori testépítőknek viszont teljesen alap, hogy mindenkinek van edzője, és én is abban hiszek, hogy mindenkinek kell, hogy legyen edzője. Inkább úgy mondanám, hogy egy külső szem, egy külső kontroll. Tehát hogyan működik ez a gyakorlatban? Írsz te valakinek, milyen anyagi vonzata van egy profi szintű coachingnak, hogyan működik ez a dolog, el kellene neked utazni személyes találkozóra, vagy e-mailbe történik ez a dolog, vagy videóhívás, és egyáltalán milyen nevekbe gondolkoztál. Tehát te Milos Sarcev, Chris Assito magasságokba gondolkozol, vagy inkább kevésbé ismert külföldi edzőkben, és ezeknek az edzőknek milyen anyagi vonzata van általában. Csak hogy azért rakjuk már képbe, hogy egy ilyen szintű online coaching az úgy mégis mennyibe kerül. Hát pontos összegeket nem tudok, mert nem beszéltem még így konkrétan senkivel. De egyébként igen, valószínűleg így lesz, hogy írok valakinek, és akkor nyilván rajta is múlik az, hogy ő engem megnéz, és akar egyáltalán velem foglalkozni, mert nyilván neki is a pénz az pénz, viszont nem hiszem, hogy ez az én befizetett kis díjam számítana bármit is, hanem inkább az, hogy látta bennem fantáziát, és dolgoznánk együtt. Meg nyilván az ő hírneve úgymond azáltal válik jobbá, hogyha a versenyzői sikeresebbek lesznek. Tehát egy profi coach azt is megnézi, hogy kikeresi meg, mert ugye a különbség az, hogy míg mondjuk mi ugye online coachként bárkivel foglalkozunk, és főleg általában emberekkel, addig egy ilyen szintű coach az már a versenyzők közül is a jobbat fogja választani, mert a nevét adja a te készülésedhez, ergo minél sikeresebb vagy, az annál jobb bizonyíték az ő munkájának. Tehát a profi coachok nem fognak olyan versenyzőt felkészíteni, akiről láthatóan nincs igazából keresni valója az élmezőnyben, mert ez milyen reklám? Hát igen, igen. Tehát nyilván ez is neki egy jó referencia, hogyha ha te jó vagy, ha nem, akkor pedig nem is fog lehet foglalkozni, mert az meg neki nyilván nem jó. Hát, hogy milyen nevekben gondolkodtam, még úgy konkrétan nincsenek így előttem nevek, hogy ki az, aki úgy tetszene. Viszont például akivel az Usz készül, ugye klasszikba, ő nekem elég szimpatikus, mert... Megakadt egy pillanatra, pont annál a szónál a hangot. Kit említettél? Kinek a nevét mondtad? Az Usz, tudod, a klasszikba, aki negyedik lett. Kedvenc. Már kedvencem jelenleg. Igen. Ugye mi láboztunk is vele nem olyan rég a Petinél, a Freezer Gymbe. Tényleg annyira jó, mint amennyire a videókon, mert a videókon félelmetesen jó a srác. Jó a srác, igen. Igen, azt kell mondjam, hogy tényleg fejben is ott van, fiatalabb, mint én. És igazából minden adott, hogy oda is van, ahova szeretne. Úgyhogy az ő edzőjén gondolkozom, mert nagyon sok profi lett most tőle, új profi, és jó is egyébként. Tartottam is egy sráctól még a svéd versenyen, csak aztán ő végül a testépítésbe indult, mert nem fért volna be a klasszik súlyhatárba, és akkor végül ő testépítésbe szerzett kártyát, és most klasszikban versenyez. És ugye ezt az előző dologra visszatérve, hogy ugye a külső szem, hogy ugye főként ez kell, ugye nyilván van már tapasztalatom így a 30x verseny alatt, hogy mire, hogy reagálok, meg mi az, ami bevált eddig, meg mi az, ami nem. Hihetetlen, hogy mennyi versenyen indultál ilyen rövid versenykarrier alatt. Egyszerűen más nem indul el fele ennyi versenyen 10 év alatt. Igen. Viszont ugye tényleg ez a külső szem, ez nagyon fontos. És na például ez a srác, most már így, hogy látom a színpadon, így már nem tartanék tőle. Viszont addig, amíg ment a felkészülés, és nem láttam se magamat abban a formában, se őt, addig nagyon tartottam tőle. És hiába mondta a párom is, meg a barátom is, hogy nem kell, mert nem olyan, egyszerűen nem hittem el. És nyilván, hogyha van egy ilyen edző mögöttem, aki ebben szintén megerősít, akkor azért ez úgy teljesen más. Úgyhogy még konkrétan nincs meg, hogy ki, de rajta gondolkozom, hogy vele készülnék. Jó.
annyi kérdésem van, de tudom, hogy mindig megígérem, hogy egy vagy maximum másfél óra, és elértük a másfél órát, szerintem úgy nagyjából a nézőknek is ez a türelmi határ. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem mára jók vagyunk. Utolsó kérdésem, aki veled szeretne dolgozni, az hol tud téged megkeresni, hogy tud téged megtalálni. Személyedzésre ugye mondtad, hogy a Cutler Győr, tehát ez már annyira nem titok, de hogyha valaki online edzésben gondolkodik, vagy online diétás tanácsadásban, akkor milyen formában, milyen platformon tud téged elérni? Hogyan írjanak neked? Hát ugye megtaláltuk Instagramon is, Facebookon is, igazából bárhol lehet írni, és akkor egy napon belül biztos, hogy válaszolok bárkinek. Utolsó kérdés, ígérem, de egyszerűen muszáj. Ne haragudj. Amikor az első, ugye, az első magyar versenyző, aki nyíltan folyamatosan a profi kártya felé terelte ugye, a karrierjét, az a Németh Pisti volt. És én emlékszem, te már nem, vagyis igen, te már nem, de én még emlékszem, hogy a Pisti folyamatosan kapta, hogy oké, profi kártya, de 2-12, meg akkor még nem is 2-12 volt, hanem 2-2. Igen, 202, hát az azért nem olyan. És aztán ugye elindult ugye a 202-es olimpián, és akkor ugye jött a folyamatosan az, hogy de hát az nem az Open. És most a klasszikkal is ez van, hogy ugye az emberek, hát te meg a Laci, megkapják ugye a profikátját, és de hát az nem Open. És ugyanez van ugye a fizikbe is, hogy majdnem mindenki fizik pró lett, de hát az nem testépítés. Nálad nem látom ezt az interneten, nem látok igazából negatív kommenteket, alá szoktam nézni esetleg a videóidnak, nem látok semmilyen negatív dolgot ugye veled kapcsolatban, de biztos vagy benne, hogy mindig megvan az a réteg, tipikusan Magyarországon, akinek semmi nem elég jó, és azt mondja, hogy jó-jó, de az nem profi testépítés, jó-jó, de az nem open, jó-jó, de az csak klasszik. Hogyan kezeled ezt? Tehát zavar-e téged ez a dolog? Kell-e ezzel foglalkoznod mentálisan, kell-e magadnak megerősítés azzal kapcsolatban, hogy te pár pedig igenis profi vagy, és mindegy, hogy ki mit mond, vagy azért zavar, hogy az emberek így állnak sokszor hozzá? Hát nem, egyébként abszolút nem veszem ezt magamra. Ugye én ezt a kategóriát választottam, én ezt szeretném, úgyhogy nekem ezzel nincs semmi problémám. Plusz szerintem most már lassan ott tartunk, hogy népszerűbb kategória lesz, mint az open testépítés. Már most az. Ha csak most megnézzük, hogy jelenleg azt hiszem 39-en kvalifikáltak az olimpiára klasszikba, és még ugye hátra van 4 hónap, rengeteg verseny, plusz ugye akik pontokat szereznek és úgy kerülnek be, úgyhogy szerintem lesznek kb. 60-an klasszikba, ami hát egy hazai versenyen mondjuk a teljes induló létszám, és ott egy kategóriáról beszélünk is a Mr. Olympiáról, úgyhogy nem gondolom, hogy kisebb rendű kategória lenne. Nyilván elérhetőbb, könnyebben elérhető, de ide is kellenek azok a genetikai adottságok, amivel itt jó tudsz lenni. Tehát. Pontosan, egyébként, meg ahogy mondtad, hogy elérhetőbb, most ha úgy nézzük, mivel az izmok formája, a struktúra ugye a klasszikban még jobban számít talán, mint Openben, gyakorlatilag nem is lesz elérhetőbb, mert mondjuk tegyük fel, hogy én fel tudok pakolni akkora izomtömeget, mint te, de nem fogok úgy kinézni, mint te. Nem leszek klasszik. Tehát nem könnyebb, nem könnyebben elérhető. Lehet, hogy az a testtömeg könnyebben elérhető, mint egy 130 kiló, de pusztán az, hogy a tömeged alapján beférsz a klasszikba, ugye beszéltük is, hogy attól még nem leszel jó klasszik versenyző. Tehát szerintem ráadásul, ahogy mondtad, nem is könnyebben elérhető, mert egész egyszerűen vagy úgy nézel ki, vagy nem, és hogyha nem, akkor akármit csinálsz, nem leszel jó klasszik versenyző. És akkor most már tényleg az utolsó kérdésem, ez gyors lesz, mi a véleményed a mostani open testépítésről? Mert nagyon sokan, tudod, megnéznek egy Nick Walkert, és mi az első, amit a hülye odaír, jaj, nem is szép, jaj, nem is esztétikus, és nem értik meg az emberek, hogy a klasszik kategóriához hasonlítanak ma már mindenkit. Nem úgy, mint előtte, hogy ugye az Openhez hasonlítják a klasszikot, hogy túl kicsi, nem elég izmos, hanem ma már a klasszikhoz hasonlítják az Open. És ránéznek egy 130 kilós versenyzőre, és nem húzza be a hasát, nem csinál vákumot, nem pózol szépen, jaj, milyen széles a csípője, meg ilyen hülyeségeket írnak, mert az emberek nem tudják megérteni, hogy itt két különböző kategóriáról van szó, és neked mi a véleményed? Szerinted jó irányba megy el
ma az Open testépítés, mit gondolsz a mostani Open bajnokokról, meg úgy általában mit gondolsz például a sporták csúcsán álló Big Ramiról, tehát szerinted jó ez az irány, hogy a tömeget kezdték el preferálni? És tudom, hogy most sokan felhődülnek, hogy jaj, mi az, hogy most kezdték el preferálni? Maradjunk annyiba, hogy most kezdték el preferálni, mert ha megnézzük az előző 6 vagy 8 vagy 10 évet, akkor nem a legnagyobb tömegű versenyzők nyertek, de most igen. Nekem tetszik ez az irány, neked mi a véleményed erről? Open testépítés, nem klasszik. Hát szerintem ez mindig is arról szólt, hogy itt Openben olyan versenyzőket akarnak látni az emberek, ami annyira átlag feletti, hogy tényleg ilyen már úgymond szörnyeket akarnak látni a színpadon. És ez megvan most is. Viszont ettől függetlenül nekem, amikor mondjuk Phil Heath volt a bajnok, nekem ő nagy kedvenc volt, vagy például Jay Cutler. Nekem az a korszak, nem is azt mondom, hogy jobban tetszett, de akkor több olyan versenyző volt szerintem, akik olyan top versenyzők voltak. Most is vannak nagyon, nagyon jók, nagyon sokan, de valahogy valami hiányzik nekem most ebből az Open mezőnyből. Én gondolkoztam ezen sokat, mert én elég idős vagyok, én emlékszem, én élőben néztem, ugye anno a tévébe ment bármilyen furcsa, a 2003-as Mr. Olympia, és amikor Ronnie Coleman 2003-ba kijött a színpadra, még el se kezdett pózolni gyakorlatilag, és már egyértelmű volt, tehát nem is volt olyan sokkoló volt az ember, csak úgy ott lazán állva, és ma már ez valóban nincs meg, tehát ma már szerintem Nick Walker jelenleg talán a legbrutálisabb profi testépítő, és ránézel, és igen, elismered, hogy brutális, de mégsem érzed azt a sok hatást, mint annak, hogy a Ronnie Coleman-nél. És a kérdésem az, hogy szerinted ez azért van, mert a Ronnie Coleman éra versenyzői ennyire felemelték az inger küszöbünket, hogy gyakorlatilag azt nem tudják túlszárnyalni, ergo mindenki Ronniehoz képest már kevés ahhoz, hogy ugye feljebb tolja az inger küszöbünket, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy ténylegesen nem jobbak a versenyzők. Mert szerintem jobbak a versenyzők, mert azért az átlag profi ma nagyobb, mint 20 évvel ezelőtt, ez egyértelmű. Az átlag profi szárazabb, mint 20 évvel ezelőtt, ez egyértelmű. Tudom, hogy, mert mindenki azt mondja, hogy de nem olyan száraz, mint a Dorian Yates. Jaj, de senki nem olyan száraz, mint a Dorian Yates, vagy nem olyan nagy, mint a Ronnie Coleman. De senki nem olyan nagy, mint a Ronnie Coleman. Ha az átlagot nézzük, ha veszünk 20 profi testépítőt a 90-es évekből, meg 20-at most, akkor most nagyobbak és szárazabbak a versenyzők, de ahogy mondtad, mégsem hozzák azt az érzést, mint 20 évvel ezelőtt, mégsem tűnnek olyan jónak. És ez vajon azért van, mert a nosztalgia faktor dolgozik a fejünkbe, vagy tényleg nem olyan jók a versenyzők, mint 20 évvel ezelőtt? Szerinted mi a helyzet? Mert nagyon sokan mondják, hogy a profi testépítés nem fejlődik, de ha hátrébb lépünk egyet és jobban megnézzük, izmosabbak, szárazabbak, nagyobbak, ergo jobbak lennének, de mégsem tudnám azt mondani, hogy bárki is jobb, mint mondjuk a Ronnie Coleman, vagy a Jay Cutler, vagy a Dorian Yates. És szerinted ilyenkor a nosztalgia beszél belőlem, vagy tényleg nem olyan jók a versenyzők, mint 20 éve? Hát szerintem lehet, hogy azért látjuk ezt így, mert most sokkal több profi van, sokkal több open-es profi is van. Tehát régen mondjuk volt egy adott korszakban 10 versenyző, aki nagyon jó volt, és most meg van 50. Tehát, hogy nem tudunk úgy egyet kiemelni, hogy na, ez most nagyon jó, mint mondjuk amikor Ronnie volt a bajnok. De ettől függetlenül biztos, hogy fejlődik minden, akárcsak az orvostudományt nézve, meg mindent. Tehát nem hiszem, hogy ha egymás mellé tennénk, mert bírom ezeket a képeket, amikor így egymás mellé szerkesztik a képeket, de az annyira nem adja át, hogy mint hogyha ott állnának ténylegesen a színpadon egymás mellett, tehát ez teljesen hülyeség ezeket így összehasonlítani, mert ebből úgysem lehet semmilyen következtetést levonni. Én is mindig megmosolygom, mikor így egymás mellé rakják mondjuk Phil Heath meg Ronnie Coleman képeit, és akkor megy a vita, hogy Phil Heath jobb volt, és így mindig azon gondolok, hogy senkit nem zavar, hogy úgy körülbelül 25 kiló izomtömeg volt a különbség, miközben ugyanazt a szárazságot hozta mind a kettő, meg Ronnie még magasabb is legalább 10 centivel, tehát lehet, hogy a képeken ugye egy magasságra szerkesztve az embereket, egy dimenzióra, két dimenzióban nézve őket úgy néznek ki, mintha egy szinten lennének, de ha kimentek volna egymás mellé élőben a színpadra,
Szerintem Phil Heath úgy nézett volna ki Ronnie Coleman mellett, mint egy gyerek. Hát igen, plusz ugye neki a válllöve szűk volt. Azon kívül azért jó volt minden, de a szűk volt. Ronnie-nál viszont nem igazán lehetett belekötni semmibe. Tehát, hogy nyilván a vége fele, amikor már nem hozta azt a szintet, akkor már nem volt olyan jó, de amikor ő a toppon volt, akkor nem tudok olyan dolgot mondani rajta, ami ne lett volna jó. Úgyhogy igen, azért ezt így nem lehet összehasonlítani. Jó, és akkor a legutolsó gyors kérdés. Mr. Olympia top 5, neked ki most a kedvenced, és szerinted idén ki fog nyerni? Mi a tipped? Most Óperről beszélünk, vagy? Aha, Óperről beszélek, igen. Open, aha. Hát figyelj, nekem amúgy Hadi nagyon nagy kedvencem, annak ellenére, hogy tömegben nem hozza azt, mint a többiek, viszont az a szárazság, az izomminőség, amit ő színpadra visz, az szerintem brutál. Tehát, hogyha ő tudna még nőni egy picit, és elvonatkoztatnánk attól, hogy ő honnan jött, mert ugye ebből volt már párszor problémája, hogy nem is mehetett ki az olimpiára, bizony. Akkor szerintem simán lehetne akár ő is bajnok. De Remi is nagyon jó. Nem tudom egyébként, hogy jelenleg ő most hogy áll, de biztos, hogy oda fogja tenni magát ő is. Úgyhogy hát én nem tudok konkrétan mondani senkit. Na, egyébként érdekes, hogy ezt mondtad, mert ha pusztán szakmailag nézzük a fizikumot, és megpróbálunk elvonatkoztatni a brutális magasságbeli különbségtől, akkor szerintem valóban jelenleg talán lehet, hogy Hadi a legjobb testépítő ma a Földön. Mert szerintem, ha kielemezzük ugye izomcsoportra, akkor gyakorlatilag mindenkinél jobb. És ugye, hogy oké, hát persze nyilván muszáj, hogy megkérdezzem, mert klasszik versenyző, vagy ugyanez a kérdés vonatkozik a klasszik kategóriára, ott mit gondolsz a top 5-ről, és szerinted a Chris Bumstead verhető-e egyáltalán? Jó, tudom, hogy mindenki az, de van-e realitása annak, hogy le fogják győzni szerinted? Szerintem egyébként főként klasszikba nem feltétlenül csak az, amit a színpadra visszaáll, az számít, hanem az is, hogy az emberek felé mit közvetítesz. És ez plusz az, amit a Chris a színpadra visz, szerintem nem lehet így megverni. Én is úgy gondolom. Ha pusztán a fizikumot nézzük, akkor verhető szerintem, mert nem tudom, el van szakadva a combfeszítője, el van szakadva a combhajlítója, látszik is eléggé. Karja is nagyon gyengék a többihez képest. Igen. Tehát én mondjuk a fizikumot tekintve a Rafot jobbnak tartom, viszont ami pluszt ad még Chris így az emberek felé, az a Rafnál nincs meg. Úgyhogy mint ember, mint egy ilyen, mint egy példakép, sokkal inkább a Chris. De ott van például az Ursz, aki nagyon-nagyon jó, nagyon nagy tehetség, nagyon fiatal. Szerintem idén benne lesz a top 3-ba, hogy azon belül hol az majd eldől, de szerintem idén még nem fogják megverni a Chris-t. Későbbiekben lehet, de szerintem idén nem. Ugye a német srácnak annál is jobbak az esélyei, mert egy helyen már biztosan előrébb lesz, mert ugye, ha jól tudom, a Brion nem indul többet. Én úgy tudom, hogy kinőtte a kategóriát, és a 2-12-vel próbálkozik talán, mint hogyha valami ilyesmit hallottam volna. Jó, minden esetre az biztos, hogy érdekes olimpiának nézünk elébe megint, és ugye azt akkor tudjuk, hogy ebben az évben akkor neked még nem cél ugye az olimpiára kijutni. Jövőre mi a helyzet? Hát de egyébként cél, tehát ugye nyilván azért megyek profi versenyre. Az, hogy most ez reális dolog-e, azt nem tudom, ezt majd meglátjuk. De hogyha megszerzel a kvalifikációt, már idén elindulsz? Akkor mindenképpen megyek, igen. Hát figyelj, már csak maga az élmény miatt, plusz azért, hogy lássanak, meg hát tényleg azért nem tudom, milyen érzés lehet ott állni, de biztos, hogy nagyon jó. Nyilván ilyen dolgokban nem élem bele magam, hogy ha kijutnék, akkor mondjuk ott lennék a top akármennyibe, de már az is marha nagy szó lenne, hogyha kijutnék. Úgyhogy nyilván ez a cél. Leszek ugye egyszer itthon is színpadon, mert a Fit Parádén lesz klasszik profi, úgyhogy azon is indulok. Az első verseny az Róma, az 8 hét múlva, úgyhogy meglátjuk. 8 hét múlva? Most néztem a képeidet, baromi vastagnak tűnsz. Most mennyire vagy a versenysúlyod fölött? Hát most ilyen 96-7 vagyok reggel gyomorra, és ugye 91 lehetek maximum a mérlegelésem. Az simán meg lesz. Ja, úgyhogy jó. Meglátjuk.
Tudom, közeledünk a két órához, ne haragudj. Nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál ebben a két órában. Azt külön a türelmedet, külön megköszönöm, hogy én már rengetegszer megbeszéltük, aztán én mondtam le, aztán megint megbeszéltük, megint lemondtam. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, Ricsi, hogy sikerült ezt a majdnem két órát rám szánod. Mindenkinek köszönöm, aki ezt végignézte, és keressétek a Ricsit Győrben, és a kontakt pedig hozzád a videó alatt be lesz linkelve, úgyhogy mindenki keressen meg téged. Szaklassátok Ricsit a kérdéseitekkel, és támogassátok őt a versenyzésben. Úgyhogy köszönöm neked megint, hogy itt voltál, és mindenkinek a megtekintést. Sziasztok! Én köszönöm, hogy itt lehettem.